Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselőtársaimat, jegyzőasszonyt, intézményvezetőket és a lakosság részéről megjelent résztvevőket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 tagja jelen van, így a testület határozatképes, és a testületülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolom elfogadni Szász Színé Győri Éva a képviselőasszonyt és Szarvas Csaba képviselő urat. Egyetért a testület? Köszönöm szépen. A testületi ülés meghívóját és az írásos előterjesztést valamennyi képviselő a szokások szerint megkapta, de szeretném azért ismertetni, hogy a jelenlévők is tudják, hogy a mai testületi ülésen milyen témakörökkel foglalkozunk. Első napirend a Lehel utcai ingatlanok ivóvíz ellátását biztosító beruházás megtárgyalása. Második, a helyi vízkár elhárítási terv elkészítésére vonatkozó árajánlatok alapján a terv elkészítésének megrendeléséről való döntés. Harmadik, a Kartali Könyves Kálmán általános iskola alapfeladatainak csökkentésére vonatkozó átszervezési javaslat megtárgyalása. Negyedik napirend, a Pest megyei Értéktár Bizottság felhívásának a megtárgyalása. Ötödik napirendi pont, az Enerin Kft. Közvilágítás korszerűsítési javaslatának a megtárgyalása. Bocsánat. Hatodik, az önkormányzat folyószámláit vezető pénzintézet tájékoztatójának az ismertetése. Hetedik napirendi pont, javaslat pályázatírói feladatok ellátása tárgyában megbízási szerződés kötésére. Nyolcadik napirendi pont, a lakosság részére ingyenesen biztosított zöld hulladékgyűjtő zsák mennyiségéről való döntés. Kilencedik, ami írásban kiment, döntés pályázat benyújtásáról kisbusz beszerzésére. Ezt a napirendet szeretném, hogyha levennénk a testületülés napirendjéről, ugyanis ez a napirend időközben okafogyottá vált, ugyanis olyan gyorsan történnek az események, hogy amikor még a testületülés napirendjeit összeállítottuk, akkor úgy tűnt, hogy lehetőségünk lesz egy 9 fős kisbuszra pályázni. Időközben kijött egy rendelet, amely arról szól, hogy csak az 5000 alatti lélekszámú településekről lehet pályázni kisbuszra, teherautóra, tehát tulajdonképpen ezt nem kell megtárgyalnunk, mert nem pályázhatunk. Ehelyett szeretném felvetetni a testülettel 9. napirendi pontként konzorciumi megállapodás kötése a szennyvíztisztító telep fejlesztése című program megvalósítására. 10. napirend lenne a Könyves Kálmán, ezt pótlólag vetetem fel, mert ez is a meghívó kiküldése után érkezett ez a kérelem. Tehát a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület támogatás iránti kérelméről való döntés, és 11. napirendi pontként tájékoztatnám a képviselőtestületet a két ülés között tett intézkedésekről és fontosabb eseményekről. Megkérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valaki részéről egyéb napirendi javaslat. Urbán Attilának adom meg a szót először. Az első napirendi ponthoz hozzá lehetne venni a bejelentés véget a Lehel utcához kapcsolódóan, hogy mennyit költöttünk eddig a csatornázásra, illetve ki mennyit dolgozott már le az első napirendi ponthoz, Katika. Ezt most, ha lehet, ne tárgyaljuk, mert tulajdonképpen itt röviden csak elmondom, hogy most van folyamatban az, hogy az Elmű Émász kiadja a végleges engedélyt a szivattyúnak a beüzemeléséhez, és utána tud a daköv rákötni. Igen. Tehát a teljes költséget még most nem ismerjük, ez egy külön testületi ülés témája lesz, amikor a teljes költség ismeretében döntünk majd ennek a anyagi terhének a viseléséről is. Csak úgyhogy... az miatt vetettem föl, mert tudjuk, hogy egy bejelentés érkezett a Petőfi utcából, hogy már 2010-ben
már el kellett volna végezni a közműfejlesztést ott, amikor már a telkeket elkezdték kiadni, vagy eladni pontosabban. Igény esetén röviden kitérhetek itt az első napirendben, de költségekről most, mert rendben, még nincs teljesen kész, nem tudok világos tájékoztatást, meg azt gondolom nem ezen a testületülésen kell akkor megtárgyalni. Volt még egy, aki Kalcsó Tibor képviselő úr. A temető mögötti személytelep megszüntetésével kapcsolatban vegyük még felbeszéd témával, illetve nagyon szeretném, mivel itt van már a tavasz, játszótér kartoló nincsen. Mire mink játszóteret akarunk építeni, lehet, hogy ma szeptember-október lesz, hogy ez egy sürgősségi, fontossági dolog, akkor annyi gyerek van a faluban, hogy szinte párját ritkítja a lakossághoz képest, és ez én szerintem egy olyan fontossági dolog, hogy amit nem lehet elmenni mellett, hogy ne tárgyaljuk meg, hogy akár onnan valami pénzt szerezni, hogy a játszótér működjön, illetve ez a személytelep tűnjön el a temető mögül. Akkor szeretném kérni, hogy ha a testület ezt elfogadná úgy, hogy a két ülés között történt intézkedésekről, eseményekről, mert ugye a szeméttelep ügyében is történt intézkedés, a játszótérre vonatkozóan tájékoztatást adnék akkor a 11. napirend keretében. Jó. További napirendi javaslat, jegyzőasszony? A pénzügyi bizottsági ülésen a Mészáros Anna kérelme már tárgyalásra került, szeretném, hogyha a testület is döntene ebben. Jó. Csak azt beszéltük, hogy az zárt ülésen megy, mindegy, akkor tizen. Jó. Jó. Igazad van. Igazad van. Akkor jegyző az zárt ülésen. Jegyzőasszonnyal megegyeztünk, hogy ez zárt ülésen tárgyaljuk, mert úgymond személyiségi jogokat hoznánk érintene nyilvánosságra, vagy érintene, tehát ez zárt ülés napirendje lesz. Akkor ezek után így a módosított, kiegészített és általam ismertetett napirendi... Én úgy gondolom azért a kartai lakosoknak itt a tévén keresztül nagyon jó lenne ez a Mészárosnak a kérelme, mert az eredményei nem lenne baj, ha megismerje a környéken, meg kartalom, egy országos hírű versenyzőről van szó. Ezt nem kell én szerintem szégyelni, hogyha támogatunk valakit egy elenyésző összeggel úgymond, amit kért. Hát ezt jó lett volna a bizottsági ülésen elmondtad volna, mert most egy kicsit nehéz helyzetbe hoztál, mert jegyzőasszonnyal jogi szempontból tárgyaltuk meg ezt, és zárt ülésen tartjuk indokoltnak megbeszélni. Én továbbra is azt javasolom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk, és a zárt ülésen hozott határozat egyébként nyilvános, tehát a ott hozott határozatunkat bárki megismerheti, de mi úgy gondoltuk, hogy ez jogilag zárt ülés kell, napirendje kell, hogy legyen. Úgy csak az így kellek, hogy így körbe. Pest megyé bizonyos részén mindjárt hallják, legalább most, amit elmondtam, én nem vonom vissza. Úgyhogy örülök neki, hogy ilyen versenyzőnk van, aki tudunk támogatni. Egy kicsit maradjunk már úgy, jó, a testületülés levezetésének a rendjénél. Tehát akkor én azt kérdezem, hogy aki az általam ismertetett napirendi javaslatot elfogadja, az készfelemüléssel szavazzon. Akkor megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselő testület a mai ülés napirendjét. Akkor az első napirendi pont a Lehel utcai ingatlanok ivóvíz ellátását biztosító beruházás megtárgyalása. Az írásos előterjesztés erre vonatkozóan minden képviselőnek megküldésre került. Röviden az előterjesztésem lényegét az itt lévő lakosok tájékoztatása érdekében azért ismertetem. Tehát lényeg az, hogy Lehel utcában 2010 vagy talán még előtte telekalakítás történt, telkek kerültek eladásra, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény úgy rendelkezik, hogyha önkormányzat építési telkeket alakít ki, akkor legkésőbb az ott építkezők, mielőtt a használatba vételi engedélyt kérnék, addig az önkormányzatnak
a közműveket ki kell építeni, tehát ivóvizet kell, szennyvízcsatornát, gázvezetéket és utat. Hát sajnos 2010 és még az előtte lévő évek óta sok idő eltelt, és ugye ez közismert, pláne aki a Lehel utcában lakik, hogy a megválasztásom után derült ki, hogy ugye a szennyvízcsatorna hálózatot csak elkezdték, ezt a testület már megtárgyalta, és tulajdonképpen a csatornahálózat az teljesen kiépítésre került. Éppen tegnap egyeztettünk még azzal, aki az átemelőhöz, a szivattyúhoz az áramot oda kiépítette, és egyetlen egy elműémász engedélyre várunk még, és a szennyvízcsatorna az tulajdonképpen a DAKÖV által rá lesz csatlakoztatva a rendszerre, és utána ráköthetnek az ott lakók is. A következő közmű, ugye, ami az ivóvíz, hát az nagyon fontos, ugye aki ismeri a Lehel utcát, az tudja, hogy azon az oldalon, ahol több ház épült, ott a legtöbb lakos úgy oldotta meg az ivóvíz ellátását, hogy a Kun utcából vagy rokon, vagy ismerős, vagy a telek szomszéd megengedte, hogy rácsatlakozzon az ő ivóvíz hálózatára, és hát így jutottak vízhez. Viszont már a Lehel utcának a kevésbé beépített részén is épülnek házak, meg vannak olyanok a beépített részen is, akik nem tudják a Kun utcából a vízvezetéket átvinni, tehát lényeg az, hogy most már az ivóvíz vezeték megépítése a következő feladat. Pont a legutóbbi testületi ülésen mondtam, hogy aznap érkezett a DAKÖV-től az ivóvíz hálózat kiépítésének a műszaki költségeire vonatkozó árajánlat, ami 2.702.023 forint volt. De ez csak ugye a szerelvények, meg ami kell egy vízvezeték építéséhez. És ezt követően ugye tisztázni kellett, hogy a földmunka mennyibe fog kerülni. Erre vonatkozóan több vállalkozótól és a DAKÖV-től is kértem árajánlatot, mert a DAKÖV úgy szerette volna, mint ahogy a szennyvíz csatornát is, mikor építettük, hogy magát a csatornarendszert, meg a átemelőket ő építi meg, de a földmunkát az önkormányzat vállalja. Itt az ivóvíz esetében sajnos nincs ez a lehetőség, mint a szennyvíznél, hogy tulajdonképpen a szennyvízcsatorna használatáért a DAKÖV nekünk évente fizet 3 millió egy nehány forint bérleti díjat, és akkor tulajdonképpen ennek fejében megépült a szennyvízcsatorna. Az ivóvíz esetében ilyen nincs. Tehát ez a 2 millió 700 ezer mindenféle szerelvényezési költség minket terhel, és a földmunkára vonatkozóan, ahogy mondtam, több vállalkozót kértem, hogy adjon be árajánlatot, összesen jó napot kívánok. Szeretettel köszöntöm Vécsei László urat, országgyűlési képviselőnket, megkérem, hogy foglaljon itt helyet. Köszönjük, hogy megjelent. Gondoltam, hogy helyen kedves volt a testület, és meghívót kaptam, hogy mindenképpen benézem. Szerintem mindjárt örülünk. Éppen az első napi rendnél tartok, úgyhogy akkor folytatom. Tehát érkezett két árajánlat. Bocsánat. Ez a földmunkára vonatkozik, tehát ez a Piramis 92 fuvarozó és szállítmányozó Kft. A földmunkákat összesen 1.292.000 forint plusz áfáért vállalná elvégezni, ez mindösszesen 1.640.840 forint. A DAKÖV a földmunkákat, ugye amit mondtam, a szerelvényezési 2.702.000-en felül, összesen 622.000 forintért vállalja elvégezni. Úgyhogy én azt gondolom, ahogy az előterjesztésemben is írtam, hogy egyértelmű, hogy a DAKÖV árajánlata lényegesen kedvezőbb, és mindenféleképpen én ezt javasolom, hogy a képviselőtestület ezt fogadja el.
tehát tulajdonképpen a földmunkával és az egész ivóvíz hálózat kiépítésével kapcsolatban a DAKÖV-nél javasolom megrendelni a munkálatokat, és kérem, hogy a testület hatalmazzon fel, hogy erre vonatkozóan a DAKÖV Kft-vel szerződést kössek. Ezeknek a költségeknek az ismeretében. És még annyit szeretnék elmondani, mert ugye felmerülhet, bár céloztam a előterjesztésemben ugye a fizetésre, hogy honnan kerül most nekünk gyorsan elő ennyi pénz, tudom én, 3,5 millió forint. A DAKÖV felajánlotta azt, hogy olyan szerződést kötünk, hogy később fizetünk, tehát akár évvége felé, és addigra mondjuk a kivetett közműfejlesztési hozzájárulásokból is jöhet valami bevétel, meg hát azért majd állunk úgy szerintem anyagilag, hogy ezt ki tudjuk fizetni. Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy ehhez az előterjesztéshez és az elmondottakhoz kapcsolódóan van-e valakinek kérdése Szászi-né Győréről? Szeretném megkérdezni, hogy ugye, hogy itt Attila célzott már rá, adójóváírás fejében a földmunkát nem lehetne elvégezni? Adótartozás fejében. Tulajdonképpen, aki beadta ezt a 1 millió 640 ezer forintos árajánlatot, annak is van adótartozása, de én azt gondolom, hogy akkor is az olcsóbbat kell elfogadni, mert ráadásul most nem akarok adótitkokat kibeszélni, például ha most nem részletezem, de például ha gépjármű adótartozása van, akkor hiába kompenzáljuk az adótartozásába, a gépjármű adó bevételünk 60%-át, azt ugye beutaljuk a központi költségvetésbe, csak 40% marad. Tehát mindenféleképpen előnyösebb, más vállalkozó meg nem adott ajánlatot, tehát a DAKÖV ajánlata egyértelműen az, ami árban sokkal, de sokkal kedvezőbb. Jó. További kérdés van ehhez a napirendhez? Kalcsó képviselő úr? Nem tennék hozzá még, hogy a DAKÖV-é a legjobb, az nyilvánvaló. Nem láttam a műszaki tartalmát. Bele van építve a tervbe a szakaszoló rendszer, mert már a 90-94-es években is, amikor mi mit csináltunk bizonyos részeket a Bartók Béla utcában, már akkor követelő volt, hogy minden sarkon legyen egy úgynevezett havletolózár, hogyha valahol valami probléma, lehessen zárni. Azért mondom, hogy nem tudom, ez műszakilag hogy van fölépítve, mert egy külön utcáról van szó. A tervrajz, és engedélyeztette is a DAKÖV. Én azt gondolom, hogy a DAKÖV elég régi cég ahhoz, hogy ismerje, hogy egy vízhálózatot hogy kell megépíteni, és minden bele van tervezve, amit az előírások szerint bele kell tervezni. Én csak azért mondom, mert egy tolózáros rendszer, meg egy aknak építése szinte elviszi az egész rendszernek az árát, nem egy olcsó mulatság, nem tudom benne, van, ha benne van, akkor nagyon örülök neki. Benne van a műszaki tartalom, igen. Igényelet, hogy részletesen felolvassam? Nem, én azt igényeltem, hogy valaki tudja, hogy benne van, vagy nincs benne. Akkor felolvasom, jó? Azt mondja, hogy KPE, vízcső, hát ha most minden számot mondok, akkor szerintem az hosszú lesz. Inkább csak akkor a lényeget mondom belőle, jó? Elektrofitting, karmantyú, téidom, háromperemes, téidom, háromperemes, itt megvannak a hány darab, tolózár, 5 darab, tehát tolózár, LHF4DN80, SIG. Ennyit tudok róla. Tehát azért mondom, hogy most felolvashatom végig, nem, de... Nem erre gondoltam, bocsánat, azért mondom, hogy lett volna egy olyan ember, aki elmondta volna, hogy milyennek a műszaki tartalma. Most megkérdeztem, hogy például a Sebák Janék végénél fordul el, gondolom a vezeték, úgy megy, hogy ott valahol lehessen szakaszolni. Van a Kun utca, van ez a Lehel utca. Ha valahol víztörés van, akkor a másik utcában is legyen víz, elzárom a csapot. Én erre gondoltam, hogy ezt valaki tudja, vagy nem tudja, hogy benne van, vagy nincs benne. Most így ne olvasd föl, mert ez egy hülyeség lenne, így végigolvasni, mert... Én továbbra is... Nem, mint a tolózár, a betegeti balóba lehegrakja, a tajkusnak tudni kell, hogy ott ezt a részlet tudza. Ismételni tudom csak önmagam, hogy ez a DAKÖV ugye eredetileg vízi közműtársulat, vagy víztársulat volt, tehát nem újonc a szakmába. Képességekkel és... nem kételkedek, úgyhogy Ritesz Gyuri biztos, hogy jól is dolgozom megfelelően, csak hogy bele van építeni, azt kérdeztem.
bele a teljes műszaki tartalom, mert gondolom másképp engedélyt se kaptak volna a tervre, hogyha nem tartalmazza azt, amit az ide vonatkozó műszaki előírások, jogszabályok kötelezően előírnak. Kötelezően előírtak ilyen kiépítésnél mindenféleképpen. Jó. Amennyiben további észrevétel ezzel a Lehel utcai ingatlan ivóvízellátási napirenddel kapcsolatban nincs, akkor én nekem az a határozati javaslatom, hogy a képviselőtestület a DAKÖV Kft. Árajánlatát fogadja el, ennek alapján rendeljük meg tőlük a teljes Lehel utcai ivóvíz hálózat és földmunka elvégzését, és hatalmazzon fel a képviselőtestület hogy a szerződést aláírjam. Itt közben a sok beszéd közben elfeledkeztem róla, elnézést kérek, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta már ezt az előterjesztést, és kérem a Langa Gábor pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottságnak a javaslatát. Igazából túl sok dolgom nincsen, mert szintén ezt kiveséztük, és mivel a DAKÖV rutinba is és árba is a legjobb, ezért egyhangú döntés született a DAKÖV Kft. Mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen, tehát akkor most már ismerjük a pénzügyi bizottság javaslatát, és akkor már nem ismételem meg a határozati javaslatomat. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy, vagy aki ezt a határozati javaslatot elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Jó, megállapítom, hogy a képviselőtestület a határozati javaslatot egyhangulag elfogadta. Második napirendi pontunk a helyi vízkár elhárítási terv elkészítésére vonatkozó árajánlatok alapján a terv elkészítésének megrendeléséről való döntés. Ezt az előterjesztést is minden képviselő megkapta. Röviden a lényegét ismertetném, tulajdonképpen 1996-tól van egy olyan kormányrendelet, amely kötelezően előírta minden települési, illetve minden település önkormányzatnak, hogy helyi vízkár elhárítási tervvel kell rendelkezni. Sajnos ez Kartalon azóta sem készült el. Ennek ugye a hátránya az, hogy hogy jogszabályt sértünk, nincs meg az a terv, aminek meg kell lenni. A másik hátránya, hogy ismerve, hogy időnként elég szeszélyes az időjárás, hogyha nincs ilyen tervünk, akkor például, ha van egy belvíz, vagy egy jégeső, akkor a település Viszmajor támogatást nem tud igényelni ennek a tervnek a hiányába. Erről már folyamatosan tájékoztattam a testületi tagokat, hogy nagyon sok céget megkerestünk, árajánlatot kértünk e-mailbe, telefonon, nagyon sok emberrel beszéltünk, és az előterjesztésemben én már tulajdonképpen a két legkedvezőbb ajánlattevő közötti választást bíztam a pénzügyi bizottságra, illetve bízom a testületre, viszont tudomásom van róla, hogy képviselőtársam, dr. Gyöngy Mónika még tegnap is ezügyben próbált árajánlatot bekérni, és én azt gondolom, hogy átadnám most annak ellenére, hogy kérted a szót, mert ha egy olcsóbb ajánlat van még azokon kívül, amit megtárgyaltunk, akkor azt tárgyaljuk meg, úgyhogy megkérlek, hogy mondd el, hogy milyen ajánlatot tudtál beszerezni. Köszönöm szépen. Igazából elég sok helyre írtam megkeresést a Magyar Mérnöki Kamara honlapján feltüntetett tervezők részére. Igazából 4 ajánlat volt az, amit visszakaptam. Ez betudható az idő rövidségének is, illetve betudható annak is, hogy ennyien kívántak foglalkozni az üggyel. Ugye 400 ezer forint plusz áfás ajánlatok álltak rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy mivel mindenkinek azt ígértem, akik 4 megtiszteltek minket azzal, hogy ajánlatot tettek, hogy azért ismertetném mind a 4 ajánlatot, bár óriási eltérések vannak az összegszerűségében az ajánlatoknak. És akkor a végére hagynám azt, amit már ugye szóban jeleztem mindenkinek, illetve továbbítottam, hogy én azt gondolom, hogy a legkedvezőbb, de nyilván ez testületi döntést igényel. Tehát érkezett a Mélyébb Terv Enviro Kft-től egy árajánlat. Ők a vízkár elhárítási terv és a szükséges felmérések elkészítését is 2.830.000 forint plusz áfa összegben jelölték meg.
Érkezett a Hidrokomplex mérnökszolgálati Kft-től egy árajánlat. Ők 2 millió 700 ezer forint plusz áfa összegben tudták megjelölni az erre vonatkozó ajánlatukat, illetve a Novum felület és környezetvédelmi KKT-től is kaptunk egyet, 3 millió 500 ezer forint plusz áfa összegben, valamint Boros Adriántől többszöri telefonos egyeztetés, e-mailben feltett kérdések után egy, hogyha láttátok, akkor azt gondolom, hogy megállapíthatjuk, hogy egy igen részletes árajánlatot, illetve a szerződésre vonatkozó bemutatást is kaptunk. Nekem nagyon alaposnak tűnt a telefonban. Nyilván ez nem jelent semmit, mert hát nem ismerjük a jelentkezőket, de nyilván a többieket sem. Nekem első benyomásra ő nagyon szimpatikus volt, és mindez mellé még jött az, hogy az árajánlat is azt gondolom, hogy egy igen kedvező összegben került megjelölésre. Ez 180 ezer forint összegű árajánlatot tartalmaz, alanyi áfamentes a hölgy, és igazából ami nagyon fontos az ő árajánlatából, hogy gyakorlatilag csak a terv elkészítésére vonatkozóan tartalmazza az árajánlat a költséget, az engedélyeztetésre vonatkozó eljárást ő nem vállalja, jelezte, hogy segít benne, de gyakorlatilag ebben az engedélyeztetési eljárásnak a költsége nincs benne. Tehát azt gondolom, hogy a döntésnél még ez egy fontos körülmény. Remélem, hogy akkor mindenkihez sikerült e-mailen eljuttatni ezt az ajánlatot is. Langa képviselő úr. Én annyit fűznék hozzá, hogy a pénzügyi bizottság az akkori árajánlatok ismeretében egy elvi döntést hozott, tehát egy szavazásra feltettük, ahol egyhangúan megszavaztuk ezt a GB Terv Kft-t. A két legkedvezőbb ugye 400 000 forint volt mind a két árajánlat, azért döntöttünk ez mellett, mert a környéken ők csinálják szinte majdnem minden településen, ezért megfelelő rutinnal rendelkeznek, úgy gondoltuk. De viszont most a bizottsági ülés után ugye kaptuk a Mónikától ezt az e-mailt. Én úgy gondolom, hogy nem tudom mennyire szorít bennünket itt a határidő, hogy nem biztos, hogy annyira el kellene kapkodni, hogy ma erről döntsünk, mert hogyha ez a 180 ezer forint mellé még egy kicsi mondjuk az engedélyeztetés, de jóval olcsóbb, mint amiről a pénzügyi bizottsági ülésen döntöttünk, akkor szerintem meggondolandó, hogy melyiket válasszuk. Köszönöm. Urbán Attila képviselő. Hát az engedélyeztetések nem olyan kicsik itt ezekben az esetekben. Körülbelül ugyanannyiba belekerül, mint a elkészítése. Nem akarok vitázni senkivel, de a engedélyeztetések lehet, hogy többe kerülnek. Akkor tájékoztatásképpen hadd mondjam el, hogy tehát végül is ez a GB Terv Mérnöki és Tervező Kft. Az árajánlatába ugyanannyit vállalt, mint amit a Gyöngy Mónika most ismertetett, hogy elkészíti a műszaki leírást, átnézetes helyszínrajzot, külterületi részletes helyszínrajzot, belterületi részletes helyszínrajzot, az ide vonatkozó jogszabályban előírt mellékleteket, tehát ő sem vállalta, hogy az engedélyeztetést végigcsinálja. És mikor megkaptam ma a Gyöngy Mónika e-mailjét, hogy van ez a úgynevezett olcsóbb ajánlat, és ez sem tartalmazza az engedélyeztetési eljárást, én gyorsan felhívtam ennek a cégnek a képviselőjét, akivel korábban is egyeztettem, és azt mondta, hogy igazából ő másképp mondta, hogy Urbán képviselő úr, tehát azt mondta, hogy maga az engedélyeztetési eljárás az nem jelent nagy költséget, mert a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság engedélyét kell megszerezni, és azt mondta, hogy ez nem jelent külön költségeket. Tehát én azt gondolom, hogy ha már 96 óta, bocsánat, hogy nevetek, vártunk ezzel a tervvel, én azt gondolom, ne várjunk, most kaptunk egy nagyon kedvező árajánlatot, úgyis idő, mire elkészül, úgyis idő, mire engedélyezésre kerül. Legyen egy tervünk, legyen a településnek egy ilyen terve, mert ahogy mondtam, nagyon fontos ahhoz, hogyha bármilyen belvíz vagy jégeső, ami ugye elő szokott fordulni nyaranta, ér minket, akkor viszont komoly összegektől eshetünk el, hogyha egy viszmajor helyzet. Tehát kezdjük el, én azt gondolom, ennek a tervnek az elkészítetését. Szarvas képviselő úr? Én szeretnék hozzáfűzni, hogy ugye nem ismerjük senkit, nem ismerünk személyesen,
De ezek az óriási árkülönbségek nem bagatelizálják el ezt a nagyon keveset? Tehát olyan, mintha nem hozzáértő dolog lenne. Vagy az a nagyon sok, én ezt se vitatom. De furcsa, hogy az egyik 3 millió, a másik 180 ezer. Még egyszer mondom, tényleg nem ismerhetjük a pályázókat, de kicsit. Dr. Gyöngy Mónika? Én csak annyit szeretnék reagálni, hogy engem is rendkívül meglepett ez a dolog. Tehát amikor 400 ezresek voltak, én megmondom őszintén, első nekifutásra ezt is sokaltam, és ezért próbáltam még árajánlatokat bekérni. Ezután jött a 2,5 millió, illetve a 3 millió plusz áfás, akkor itt azt mondtam, hogy jaj, de jó árajánlatokat kaptunk, és akkor kár volt firtatni ezt a dolgot, és utána jött ez a 180 ezres. Ha már csak azt nézzük, hogy van 2-400 ezres, meg van 2-3 millió körüli, akkor ott is van olyan jellegű eltérés, hogy ez annyira piacinak tűnik, meg annyira... Kb. Igen, igen. Vagy, ki az, akinek erre van elég ideje? Nem tudom, a hölgynek én azt vettem ki, hogy szimpatikusak is voltunk, jelezte, hogy körüljárta a témát, tehát ő utána nézett, hogy tudja, hogy kikkel van dolga, utána nézett a YouTube-on a testületi ülésünknek. És akkor mondta, hogy mi a benyomása a testületünkről. Tehát nagyon alapos volt a hölgy, ő volt az első, aki kérdéseket tett fel, és ez egyébként egy nagyon fontos, és ennyivel szerettem volna kiegészíteni a polgármester asszonynak a beszámolóját, hogy gyakorlatilag akik visszajeleztek, mindenhonnan az első kérdés az az volt, hogy hatósági kötelezésünk van-e már, tehát kiszúrta-e már hatóság azt, hogy nekünk nincs ilyen, és bírságolás terhével felhívtak-e minket arra, hogy ezt elkészítessék. Tehát nem csak attól kell félnünk, hogy elesünk bizonyos állami támogatás összegétől, hanem akár azzal is, hogy bekerülünk egy olyan helyzetbe, ha nem döntünk róla, hogy bírság terhével mondjuk egy 30 napos határidővel fenyegetnek minket, hogy készítsük el. Tehát én is azt gondolom, hogy érdemes lenne döntenünk arról, hogy elkészítessük ezt a vízkár elhárítási tervet, és ne halasszuk már el. Az meg, hogy igen, szemet szúró, hogy borzasztó nagy az eltérés, de úgy látszik, hogy ezen a piacon ez beleférik. Egyébként ugye én is kiegészítve a Gyöngy Mónika által mondottakat, ugye ez az egész vízkár téma úgy került előtérbe, hogy kaptam a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóságtól, mint polgármester egy levelet, hogy minden év december 10-éig felül kellett volna vizsgálni ezt a tervet, és hogy jelentést küldeni nekik, és ugye akkor én hát meg kellett, hogy írjam az igazat, hogy ilyen tervvel nem rendelkezünk, de azon vagyunk, hogy árajánlatok bekérése után a tervet elkészítessük, tehát nem lenne szabad túl sokáig halogatni. Bognár képviselő úr. Köszönöm szépen. Én megfontolandónak tartanám a Langa képviselő felvetését. Emlékezzünk vissza, hogy nem régen volt egy olyan esetünk a tűzés balesetvédelmi előadó személyének a kiválasztásában, amikor először egy anyagilag kedvező ajánlatra tettük le a voksunkat, utána a paraméterek megismerésében meg rájöttünk arra, hogy lehet, hogy a drágább az hosszabb távon mégis olcsóbb, úgyhogy nem tudom, mennyire szorít az idő, de ha egy-két héttel talán halasztanánk és összevetnénk alaposabban a lehetőségeket, akkor szerintem reálisabb döntést tudnánk hozni. Köszönöm. Dr. Gyöngy Mónika? Én csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy amikor telefonon egyeztettem ezzel a hölgyel, nyilván úgy adta meg mindenki az árajánlatát, hogy még az előterjesztési összegekkel sem voltak tisztában, de akkor nekem azt mondta ez a hölgy, nyilván szabadkozott, nem tudtam még, mert összegekről nem beszéltünk mindaddig, amíg az e-mail meg nem érkezett, hogy saját maga azt mondta, hogy igen, lehet, hogy érdemes egy picit drágább árajánlatot választani, mert hogy vannak sokan, akik nem korrektek, és úgy teszik meg az árajánlatokat, hogy abban még kiderül utólag, hogy ilyen-olyan-olyan költség nincs benne. Most azt gondolom, hogy ha valaki telefonon ennyire korrektül állt hozzá, akkor ő lehet, hogy azzal is számolt, hogy nem az ő ajánlata lesz a legolcsóbb. Mert nyilván nem maga ellen szeretett volna beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy éppen ő volt az, aki egyébként kiderült, hogy a legolcsóbb számunkra, aki azt mondta, hogy célzott arra, hogyha még az övé egy kicsit drágább is, lehet, hogy akkor is érdemes őt választanunk. Teljesen. Nem akarok itt teljes mellbedobással a hölgy mellett érvelni, de nekem szimpatikus volt, nekem nagyon korrektnek tűnt. Jó, akkor tulajdonképpen Mónika által beszerzett árajánlattal együtt, ugye akkor három árajánlat közül kell
dönteni. A pénzügyi bizottság elnöke Langa Gábor már elmondta, hogy végül is a pénzügyi bizottság akkor a GB-terv KFT mellett döntött, mert hogy neki itt a környéken már referenciái voltak. Szóval ismertük ezt az ajánlatot. Igen. Akkor én azt gondolom, hogy mivel két, most már így két elfogadható ajánlat van, én felteszem először azt, amit a pénzügyi bizottság megtárgyalt, utána felteszem szavazásra, amit a dr. Gyöngy Mónika javasol most, és a szavazás eredményeként meglátjuk, hogy akkor kinek az árajánlatát fogadjuk el. Akkor azt kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a GB-terv mérnöki és tervező KFT-nél rendeljük meg a helyi vízkárelhárítási tervet 400 000 forint plusz áfa árért, és felhatalmaz a megrendelés elküldésére és a szerződés aláírására, azt kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Akkor ketten voltunk, kettő igen. Akkor ki az, aki, amit most mondtam, az nem? Jó, akkor kettő, igen, most már segítsetek számolni. Egy, kettő, három, négy, öt, nem. És akkor kettő tartózkodik? Nem volt a harmadik alternatíva, amit a Gabi javasolt, hogy esetleg halasszuk el a döntést. Én azért nem tettem fel a kezemet egyikre sem, úgyhogy akkor tartózkodom. Ez még nálam mindig csak 8 szavazat. Klári volt a hatodik. Klári, te melyikre? Nem. Ja, nem, nem. Bocsánat, jó. Akkor te itt hat. Jó. Akkor... Már elnézést mondhatok véleményt, nem? Nem, majd a végén, amikor a testület végzett a szavazással. Akkor felteszem a másik javaslatot. Tehát aki egyetért azzal, hogy a dr. Gyöngy Mónika által beszerzett 180 ezer forint összegért, itt van valahol az e-mail, Boros Adrient bízzuk meg a helyi vízkárelhárítási terv elkészítésével, azt kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5. Jól számoltam? Jó, hát akkor megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, ugye többségi határozat született, és akkor ennek alapján Boros Adrient, aki a dr. Boros Műszaki Szolgáltató BT képviselője, tehát ezt a céget bízzuk meg a helyi vízkárelhárítási terv elkészítésével, és akkor vele kötünk szerződést. És akkor itt már az elhalasztásról nem kell szavazni, mert hogy megszületett a többségi döntés. A meghívó szerint haladunk tovább. Harmadik napirendi pont a Kartali Könyves Kálmán általános iskola alapfeladatainak csökkentésére vonatkozó átszervezési javaslat megtárgyalása. Ennek a napirendnek az előterjesztésére felkérem Balogh Zoltáné jegyzőasszonyt. Köszönöm. A Könyves Kálmán általános iskola a Klik aszódi tankerületének a fenntartásába tartozik, az ő jogosultságuk az iskola alapító okiratának a módosítására, illetve az elfogadására vonatkozó javaslatuk elkészítése, és az alapdokumentumok elkészítése előtt a működtető önkormányzatoknak a véleményeit előzetesen ki kell kérnie. Ez a felkérés érkezett el a Kartali önkormányzathoz, amely szerint az iskolának az alapító okiratában van olyan kötelező feladat, amit az iskola a személyi, szakmai és egyéb feltételek miatt nem tud ellátni. Pontosan ez az esen is a sajátos nevelési igényű tanulóknak az oktatásából, a súlyos, fogyatékos gyermekek ellátása, illetve a hallássérülteknek az ellátása. A Klik azzal indokolja ennek az alapítókiratnak a módosítását, hogy amikor átvették a iskolának a fenntartását, nem tudták, olyan gyorsan kellett ezeket a dokumentumokat
módosítani, hogy nem tudták kellően felmérni azokat az erőforrásokat, amivel az iskolák rendelkeznek. És kéri, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a alapdokumentum módosításához. A önkormányzatnak véleményezési jogköre van, javasolhatja, illetve elutasíthatja ezt a kezdeményezést. Köszönöm. Tehát az a lényeg ugye, hogy régebben ezek az alapító okirat készítések és módosítások a helyi önkormányzat hatáskörébe tartoztak, meg az egyéb intézményeink tekintetében most is oda tartoznak, viszont ahogy jegyzőasszony elmondta, az általános iskola ugye átkerült a KLIK-hez, tulajdonképpen az alapító okiratát a KLIK állapítja meg, ők most ezt a két feladatot szeretnék kivenni, mivel nincsenek meg ennek az iskolában ehhez szükséges feltételei. Nekünk úgymond egyetértési, jóváhagyási jogunk van. Én javasolom, hogy a képviselőtestület fogadja el, hogy ahogy jegyzőasszony ismertette, ez a két feladat az általános iskola alapító okiratából kivételre kerüljön. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Egyhangú, köszönöm szépen. Negyedik napirendi... Bocsánat, igen, tessék, Vécsei úr. A vissza kell érnem Gödön úrán. Én, ha megengednék, polgármester asszony, akkor elköszönnék a testülettől. Azért jöttem el, mert egy ilyen kedves meghívást nem lehet visszautasítani, a másik, hogy megkaptam a május 1-i meghívót is, és szeretném mondani, hogy jövök. Az egyeztetések folynak, valamilyen sportverseny része is lesz, és akkor az egyik munkatársa, örökös magyar bajnok asztali teniszező, úgyhogy remélem, hogy a gyerekek résztvevők élvezni fogják, hogyha tudnak vele egyet-kettőt ütni. Természetesen ugye körbe megyek, mert 17 település van, mindenhova nem is, de a legtöbb helyre szeretnék azért eljutni, de valamennyit mindenképpen leszek kartalon, majd leegyeztetjük az időpontot. A harmadik pedig, hogy szeretném megköszönni a testületnek a fogékonyságát, ugye fogadórán a asszonykórus részéről is voltak, és elmondták, hogy micsoda fantasztikus terveik vannak, a különféle minősítőkön, versenyeken vesznek részt, és úgy tudom, úgy hallom, hogy a képviselőtestület végül is egy támogatást megszavazott a számukra, hogy az utazást megkönnyítsék, lehetővé tegyék. Ugye jól tudom. Hát igyekezünk, igen. Tehát aki kérelemmel fordul hozzánk, mindenkinek segítünk. Amilyen mértékben bírunk, de még el nem utasítottunk senkit. Úgyhogy... Hát azt gondolom, hogy a szentkórus mindent megérdemel, hiszen Kartalnak a jó hírét öregbíti országosan is, és nagyon magas színvonalon, úgyhogy szeretném megköszönni a testületnek a fogékonyságát, hogy meghallják ezt az igényt. És akkor köszönöm szépen, elnézést kell, tényleg hatra vissza kell érnem, és akkor, ha máskor nem, május 1-én találkozunk. Mi is köszönjük, hogy megtisztelt minket, hogy eljött. Ha bárkinek kérdése van, nagyon szívesen válaszolunk rá, természetesen, ha már itt vagyok. Valakinek a jelenlévők közül Vécsei képviselő úrhoz kérdés? Bár ugye nem régen tartott ügyfélfogadás. Ha nem, akkor május 1-én majd kibeszéljük. Igen, akkor meg kötetlenebbül még igen. Tudunk beszélgetni. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok. Szép napot önnek is. Viszontlátás. Elnézést, hogy nem kísérjük ki, de... Tehát következik a negyedik napirendi pontunk megtárgyalása, a Pest megyei Értéktár Bizottság felhívásának a megtárgyalása. Ennek az a lényege, hogy 2012-ben egy 30-as számú törvénnyel létrehozták az országos és a helyi értéktárakat. Nem részletezném, hogy mi mindent lehet, röviden elmondom, hogy tehát sportot, kulturális örökségeket, egészséges életmódot, természeti környezetet lehet úgymond ebbe az értéktárba felvetetni, és ez ugye, ha felveszik, akkor tulajdonképpen amíg a világ, ez egy értékként, Magyarország egyik értékeként nyilván van tartva. A képviselők itt az előterjesztésben el tudták olvasni, röviden még annyit mondanék el róla, hogy tulajdonképpen egy
települési értéktár bizottságot kellene létrehoznunk. Ez a bizottság lapokat küldene ki intézményeknek, lakosságnak, amin javaslatot kérne a lakosságtól, intézményektől, hogy kit javasolnak, hogy mi felterjesszük ebbe a megyei értéktárba, és a megyei értéktár eldöntené, hogy az általunk felterjesztett személyeket, vagy helyeket, vagy alkotásokat felveszi ebbe a megyei értéktárba. Tulajdonképpen én, mikor először elolvastam, én úgy magamban támogattam volna, mert igaz, hogy feladatot ró ránk, viszont amikor megkaptam a tájékoztatót, tehát csak elmondom, hogy például olyanok vannak az elmúlt 3 évben, ugye már nem régi a törvény, mint a Márianosztrai Bazilika, a Márianosztrai évszázados házfasor, a Pálos Kolostor, akkor Tápió Mente népdalai, népzenéje, Metelka díjazott őszi barack fajta, tehát ezek vannak értéktárba véve. Na most tudjuk, hogy Kartalon is nagyon sok érték van, ha csak arra gondolok, hogy asszonykórus, nyugdíjas egyesület, menyecskekórus, Mészáros Angyél néni, Ladócsi László, és remélem nem felejtettem ki senki, Bútemike, bocsánat, tehát vannak itt értékeink, tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy érdemes lenne ebbe is energiát fektetni, tudom, hogy ez egy plusz feladat, és én azt gondolom, hogy létre lehetne hozni erre egy bizottságot, aki talán díjazás nélkül is ellátna ezt a feladatot, hogy évente egyszer körbenézne és javaslatot tenne a megyei értéktár felé. Ezt a napirendet egyébként megtárgyalta a Művelődési és Szociális Bizottság, úgyhogy felkérem dr. Gyöngy Mónikát, a bizottság elnökét, hogy a bizottság erre vonatkozó javaslatát ismertesse velünk. Köszönöm szépen. Igen, tárgyaltunk erről, és valóban egyetértettünk abban, hogy polgármester asszony által is felhozott helyi értékeink valóban felérhetnek azzal az értékkel, hogy akár alkalmasak is lennének ide az értéktárba történő felvételre. Mindazonáltal arról is beszélgettünk, ami szintén szóba került az előterjesztésnél, hogy nyilván ez egy plusz feladat, nyilván ez egy plusz bizottság, nyilván elképzelhető, hogy a bizottságra vonatkozóan díjazási igény is felmerül. Nem tudtuk ennek a vonzatát, hogy gyakorlatilag tudunk-e erre vonatkozóan felállítani bizottságot, sikerül-e erre vonatkozóan megfelelő létszámot összehoznunk. Nem fog egyáltalán a kezdeti fellángolás után ez is elsikkadni, és igazából dilemmában voltunk akkor, amikor erről döntést hoztunk. Gyakorlatilag ennek is köszönhető az, hogy 2 igen és 2 nem szavazattal, ugye összességében mérlegelve az a döntés született, hogy nem támogatjuk az erre vonatkozó előterjesztést. De a szavazatokból látszik az, hogy mi is gyakorlatilag hezitáltunk, hogy szükséges volna, illetve javasolnánk-e az erre vonatkozó döntését a képviselőtestületnek. Még annyival egészíteném ki az általam elmondottakat és az előterjesztésben leírtakat, hogy ugye nekem sincs bocsánat kapacitásom mindennel egyedül foglalkozni, és amikor jött ez a megkeresés, én legelőször a Művelődési Ház vezetőjét, meg Deákné Margitkát kértem meg, hogy nézzenek utána, hogy egyáltalán mivel jár ez az értéktárba való felvétel, és ott én úgy emlékszem, hogy tehát az e-mailezés során az benne volt, hogy tehát egy az, hogy az már egy rang, egy elismerés, hogy felvesznek valakit, vagy egy alkotást a Bennyei értéktárba, vagy akár az országos értéktárba, és úgy tudom, hogy nem nagy összegű, 101 néhány ezer forint összegű támogatást is kapna az, akit felvesznek az értéktárba, hogy a munkáját egy kicsit anyagilag támogatnák. Igazából nekem az lenne a javaslatom, hogy ne vessük el teljesen ezt a témát. Inkább akkor
mondjuk azt, hogy halasszuk, mert most nagyon sok volt az előterjesztés, meg sok a munka, meg még több lesz, mert jött a jó idő, és sok mindent szeretnénk csinálni. Én azt gondolom, hogy egyelőre akkor halasszuk el, és később visszatérünk, de természetesen akkor még egy alaposabb előkészítés kell, hogy akkor kivállalná fel ezt az értéktárbizottsági tagságot, és szeretném, hogyha mondjuk esetleg társadalmi munkába, hogy ne fizessünk már ugye még bizottságoknak díjat, meg azután járulékot. Én azt gondolom, hogy biztos találunk olyan embereket majd, akik díjazás nélkül is fogják ezt a úgymond nemes célt támogatni. Akkor tulajdonképpen a Művelődési Bizottság ugye akkor ezt nem javasolta, hogy létrehozzuk. Akkor először én felteszem a Művelődési és Szociális Bizottság javaslatát, Kalcsó képviselő úr. Pillanatra akkor én azt szeretném, hogy inkább úgy csinálják, hogy te mondtad, úgy halasszuk el, hogy a következő testületre már konkrétan kik lehetnek, az akikben benne lehetnek, ne halasszuk el, mert amit úgymond ingyen, pénzmentesen embereket, csoportokat, akik kiválóak, országos kiválóak, ezeket ne népszerűthessük valahol, hát ez hülyeségen elhalasztani van értelem, hogy nem most döntsük róla, a következő testületre már akárki, vagy akárki legyen benne bizottságban, 2-3, nem tudom hány ember kell hozzá. Én szerintem önként vállalja mindenki mindenfajta térítés nélkül. Köszönöm, Szászíné Győri. Én csak annyit tennék hozzá, hogy én nem is attól félek, hogy a bizottság munkája kerül pénzbe. Én attól, hogy ezeknek a felületeknek a fenntartása, illetve miből támogatnak ők 100 000 forint a egy embert, hogyha nincs bevételük. Tehát, hogy nekünk az értéktárnak a működtetéséhez milyen plusz kiadásaink lesznek, engem ez érdekelne. Mert engem valahányszor megkeresnek, hogy az intézményt rakjuk föl valahova, vagy tegyük, beteszik valahova, akkor kiderül, hogy indul 30-ról, de következő hónapban már mondjuk 100 000 forint nekem. Tehát nekem ilyen kérdésem, nem is a bizottság munkáját, vagy a bizottságot féltem, hogy nem csinálnak meg. Jó, akkor a határozati javaslatom az, hogy azt gondolom, nincs kellőképpen előkészítve ez az előterjesztés, tehát járjuk még körbe. Erre majd felkérem a Művelődési Bizottságot, meg a Művelődési Ház vezetőjét és dolgozóit. És nem mondom, hogy a következő testületi ülésre, mert az jó 2 hét múlva lesz, ugyanis a tavalyi zárszámadást május 15-ig, vagyis testület elé kell terjeszteni, de az azt követő testületülésre újra akkor előterjesztjük, még alaposabban előkészítve. Akkor aki ezzel a javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, egyhangú a döntés. Ötödik napirendi pontunk az Enerin Kft. Közvilágítás korszerűsítési javaslatának a megtárgyalása. Röviden bevezetőként annyit szeretnék elmondani, hogy ugye a jelenlegi áramszolgáltatónk az Émász, mindenki ismeri a településnek a közvilágítását, hogy milyen minőségű, és valamikor még december környékén az Enerin cégtől érkezett egy megkeresés, hogy tulajdonképpen LED világításos közvilágítás kiépítésében, kialakításában tárgyalnának velünk. Teltek a hónapok, végül is alpolgármester asszonyt kértem meg, hogy ebbe a témakörbe járjon utána úgymond az Enerin ajánlatának, az Émásztól kérjen ajánlatot. Tulajdonképpen tehát ezt a napirendet ő készítette elő, úgyhogy átadnám a szót Olá Klára alpolgármesterasszonynak, és ezt az előterjesztést, ezt a napirendi pontot ő fogja elmondani. Köszönöm. Tehát közvilágítás korszerűsítése érdekében megkereste az önkormányzatunkat az Enerin Kft., és a Kft-vel folyamatosan egyeztettünk, 2 darab árajánlatot kaptunk a Kft-től egy teljes közvilágítási korszerűsítésre, illetve mivel 2013-ban
Történt pontosan 192 darab lámpatest esetében korszerűsítés, amit az EMASZ végzett, tehát egy teljesen új lámpatestekről beszélünk. Ezért úgy gondolom, hogy ennek a cseréje teljesen felesleges. Kértünk egy újabb ajánlatot, ahol ezek kivételével 397 darab lámpatest cseréje történne LED fényforrással. Ennek a költsége, beruházás összköltsége, nettó értékekről fogok beszélni, 27,5 millió forint. Az önkormányzat részéről beruházás nem igényel kezdő finanszírozást, tehát ez azt jelenti, hogy az Enerin egy ESZKÓ társaságként harmadik feles finanszírozásba valósítaná meg ezt a beruházást. Nem saját forrással rendelkezik, hanem banki hitelt, a Magyar Fejlesztési Bank dolgozott ki erre egy programot, ahol az önkormányzatok korszerűsítés, közvilágítás korszerűsítését finanszírozza, tehát a Magyar Fejlesztési Banktól venne fel hitelt, viszont ebben a hitelviszonyban az önkormányzat semmilyen formában nem jelenne meg. Tehát maga az Enerin Kft. Venné fel a hitelt a banktól, ebből valósítaná meg a beruházást, az önkormányzat semmilyen formában nem jelenik meg a hitelviszonyban, sem adósként, sem kezesként, sem garanciát nem vállal. Ezzel, hogy az Enerin megvalósítja a beruházást, 40-45%-os költségmegtakarítást tudunk elérni az energiafogyasztásunkba, illetve a költségeket tekintve. Viszont igaz, hogy kezdeti beruházást, kezdeti finanszírozást az önkormányzattól ez nem igényel, de ezt a beruházási költséget egy előre meghatározott idő alatt, futamidő alatt vissza kell fizetni a Kft-nek, az Enerin Kft-nek, hiszen ugye ő is banki forrásból finanszírozta meg, egy előre finanszírozást végzett az önkormányzat részére. Ez a futamidő 12,5 év. 12,5 év alatt az önkormányzat, amit a korszerűsítésből megtakarít, költséget, ezt úgy, ahogy van, az Enerin Kft-nek tovább kell, hogy utalja. Tehát 12,5 évig effektív nekünk semmilyen pénzügyi megtakarításunk nem keletkezik, energia megtakarítás valóba keletkezik, de összességében azt lehet mondani, hogy a település kap egy lényegesen színvonalasabb, magasabb színvonalú, korszerűbb, jobb világítást, amivel úgy gondolom, hogy a lakosok életét is, hogy jobbá tudjuk tenni. Magát a törlesztést, törlesztőnek nevezem, mert azt a megtakarítást, amit havonta elérünk, azt ugye én úgy fogom fel, hogy törlesztünk az Enerin Kft. Felé, 12,5 év alatt törlesztenénk, és ezt egy bérleti díj formájába fizetnénk az Enerin Kft.-nek. A 12,5 év letelte után a megtakarítás már nálunk marad, tehát pénzügyi hasznunk lesz a dologból, illetve azok a lámpatestek, amit az Enerin Kft. Megfinanszírozott, önkormányzati tulajdonba kerülnek. A Kft. Ajánlatát megismerve megkerestük a jelenlegi szolgáltatót, az EMASZ-t is, akitől ugyanezen darabszámra, ugyanezekkel a műszaki paraméterekkel ellátott tartalommal ajánlatot kértünk, és pontosan azért, hogy azért több opciót tudjunk a testület elé tárni, legyen választási lehetőség. A társaság LED-maszkos technológiával valósítaná meg a korszerűsítést, tehát ez azt jelenti, hogy a teljes belső alkatrészeket, mindent LED fényforrással alakítaná át. Ez a beruházás lényegesen alacsonyabb bekerülési értéket vonna maga után, az Enerin 27,5 milliós beruházásával szembe 17,5 millió összegből valósítaná meg az EMASZ a beruházást, illetve 8 év futamidő alatt tudnánk törleszteni a megtakarítást, tehát 4,5 évet nyernénk az Enerin Kft. Ajánlatához képest. Összefoglalva elmondható, hogy mindkét cég ajánlatánál kezdőfinanszírozást az önkormányzat részéről nem igényel, sem önerőt, sem kezdőfinanszírozást nem kell a korszerűsítésbe beletennünk. A cégek által meghatározott beruházás teljes költségét azonban az önkormányzatnak a megjelölt futamidő alatt vissza kell fizetni, és ez a korszerűsítésből realizált megtakarításból történne, tehát a futamidő alatt többlet költségünk sem keletkezne, viszont egy magasabb színvonalú világítást tudnánk kartalnak biztosítani. Az Enerin ugye 12,5 év alatt, az EMASZ-nál 8 év alatt tudna ez megvalósulni, a törlesztés, illetve a futamidőt követően a teljes lámpatestek az önkormányzat tulajdonába kerülnének. Mind a két cég garanciát vállal a beruházásra,
5 év garanciát rögzítenek a szerződésükbe. A teljességre törekedve azonban tájékoztatom a testületet, hogy 2013-ban történt az EMASZ részéről egy korszerűsítés, ahol több mint 190 lámpatest cserét valósították meg, és ez egy már egy energiatakarékos lámpatest csere volt. Ennek a bekerülési költsége meghaladta 6,5 millió forintot. Ezt a költséget úgy, ahogy van, az EMASZ saját forrásból finanszírozta, az önkormányzat csak, önkormányzatnak semmi, sem önerőt nem kellett fizetni, sem pedig az elmúlt évekből, sem a megtakarításból nem vonta le az EMASZ, nem kellett törleszteni ezt a beruházást. Tehát úgy, ahogy van, ezt az EMASZ terhelte, ez a 6,5 milliós beruházás. Viszont testületi döntés született, hogy mivel ezt a beruházást az EMASZ megvalósította, 6 évig az üzemeltetési karbantartási feladatokat kizárólag az EMASZ láthatja el. És erre azért térnék ki, mert hogy egy településnek egy üzemeltetője karbantartója lehet. Abban az esetben, hogyha mi a szolgáltatótól kívül egy másik Kft-t, Enerint vagy bármelyik céget bízzuk meg a beruházással, üzembetartót, karbantartót kell változtatnunk, módosítanunk. Tehát szerződésszegést végeznénk, vagy fel kellene bontanunk ugye a szerződést, és ez ugye egyrészt jogi következményekkel járna, másrészt, mivel visszatérnék oda, hogy egy üzembetartó és egy karbantartónk lehet, az EMASZ által megvalósított beruházásnál ezt több mint 190 lámpatestet nekünk meg kellene vásárolnunk. Ennek a bekerülési értéke december 31-i leltár alapján 7,5 millió forint plusz áfa. Tehát, hogyha Enerin Kft-be vagy egyéb más cégbe gondolkozunk, akkor egyrészt több a beruházás összköltsége, másrészt ezeket a lámpatesteket, amit az EMASZ a településünkre hozott, ezeket 7,5 millió plusz áfa összegét meg kéne vásárolnunk. Én kérném a testületet, hogy a döntésnél mérlegelje mindenképpen a több évtizede fennálló jó kapcsolatot az önkormányzat és a szolgáltató, jelen esetben az EMASZ között, mivel a közvilágítás csak egy töredéke a kommunális fogyasztói szolgáltatásnak, ami nagymértékben befolyásolja az életünket. És itt most a kommunális szolgáltatásra kitérnék, ez nem csak ugye a mi közvilágításunkat érinti, hanem a lakosság által igénybe vett szolgáltatásokat is. Ha a lámpatesteket egy teljesen idegen cég fogja karbantartani, üzemeltetni, akkor ugye azoknak kell jelezni, hogyha bármi hiba elhárítás, illetve cserére van szükség, viszont a hálózat úgy, ahogy van, marad a szolgáltatónál, az EMASZ-nál. Itt egy picit úgy gondolom, hogy egészségesebb lenne, hogyha az aktív-passzív elemek karbantartása ugyanahhoz a céghez történne, és nem lépne fel ilyen, hogy úgy mondjam, érdekellentét. Mind a két cég a szerződéskötéstől számítva 6 hónap alatt valósítja meg magát a beruházást. Én javaslom, hogy a testület hozzon egy elvi határozatot, és itt kihangsúlyoznám az elvi határozatot, melyben az EMASZ ajánlatát fogadja el, miszerint a közvilágítás korszerűsítését 17,5 millió forint összegben valósítja meg 8 éves futamidővel, illetve ezen időszak alatt a szolgáltató látja el az üzemeltetési karbantartó feladatokat, valamint megküldésre került az EMASZ-nak, illetve az Enerinnek a szerződés tervezete. Ezt gondolom a képviselőtársak is megismerték, és a szerződés tervezet átnézése után javaslom továbbá, hogy az EMASZ által megküldött szerződés tervezet kerüljön kiegészítésre az 5 év garanciavállalás időtartamával a komplex lámpatesteket illetően is. Köszönöm. Köszönöm szépen a polgármester asszonynak az előterjesztését. Ezt a napirendet a pénzügybizottság megtárgyalta, úgyhogy először felkérem Langa Gábor urat, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát e témakörben. Köszönöm szépen. Igazából sok mondani való nincs, mert a Klárika elég sok mindent elmondott. Annyit picit hozzáfűznék, természetesen egyhangúan az EMASZ mellett szavazott mindenki, hiszen lényegesen olcsóbb, és ugye, hogy most is ő a szolgáltatónk. A másik szerintem az is nagyon fontos dolog, hogy az EMASZ egy mindenki által ismert cég. Én úgy gondolom, hogy egy tőkeerős, megbízható cég, és ezt a beruházást ő nem banki finanszírozásból, hanem ő ezt saját tőkéből valósítja meg.
a másik céget nem ismerjük. Manapság pedig jönnek-mennek a cégek, nem tudjuk, hogy ki fia borja. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az EMS a nyerő. És a természetesen a pénzügyi bizottság egyhangon elfogadta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság elnökének a tájékoztatóját. Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban vannak-e kérdéseik? Bognár képviselő úr? Köszönöm, csak a Vanga képviselő úrhoz csatlakoznék, mert bennem is megfogalmazódott. Már elnézés, hogy némileg komolytalan az Enerin Kft.-nek az ajánlata, hogy ő felveszi a banki kölcsön, tehát nincs annyi tőkéje, hogy végrehajtson egy ilyen beruházást. Ugye kvázi mi fizetjük. Mi történik akkor, amire utalta Gabi is, hogy menet közben a Kft. Csődöt jelent, gyakorlatilag Kartal, az önkormányzat mint kezes lép be, és akkor nem? Nem, semmilyen formában nem vagyunk benne a hitelviszonyban. Tehát se kezes, se adósként. De a tulajdonjog sem miénk, csak ha meki van kizetni. A tulajdonjog, leveszik a lámpát. Szóval csak ez egy momentum, igen. Tehát az már egy kockázat, de a hitelviszonyban nem vagyunk benne semmilyen formában. De azt, amit említettél, hogy a tulajdonjog csak a futamidő végén fog átszállni az önkormányzatra. Tehát az valóban kockázati tényező az Enerinnél. Jó, fejezd be, Bognár képviselő. Ennyi volt, köszönöm, hogy igen. Jó. Egyéb vélemény, Kalcsó képviselő úr? Köszönöm a szót. Én szerintem a alapolgármester azt mondja, hogy elég érthetően elmagyarázta a dolgot. Egyetlen egy kifogásom van, amit a bizottság ülésen is mondtam, hogy az a 192 test, lámpatestnek a úgynevezett elhelyezéséről adjanak egy dokumentumot, illetve kértem, hogyha lehet az EMS-ról jön ide valaki, mert a lakossági kiszolgálású észrevételekre nagyon haloványan reagálnak gyakorlatilag, és ezt szeretném is, hogyha valamikor, vagy ha nyilvőtődik ez az üzlet, akkor jelenjen meg valaki, azért panaszokat azért valamilyen szinten kezelik, az nem lehet, hogy valahol kiég a lámpa, bejelentik, és tudom, két hónap után cserélik ki az égőt, vagy az izzót, ami éppen van, vagy éppen kettőt, vagy akármilyen más probléma van. Ezért is mondtam, hogy egy elvi határozat szülessen, mert ugye ezek az ajánlatok az íróasztal mögött, számítógép mögött születtek. Tehát itt tényleges helyszíni felmérés szükséges, és azért mondtam, hogy legyen egy elvi határozat, hogy tudjuk azt, hogy melyik cég felé indulunk el, egyáltalán akarunk-e korszerűsíteni, melyik cég felé indulunk el, és abban a pillanatban, hogyha azt mondjuk, hogy egyik vagy másik cég felé döntünk, akkor már ott a cégnek a vezetőjével, képviselőjével felvehetjük a kapcsolatot, mint eddig is, és már tegye meg a helyszíni felmérést, mondjuk el neki az észrevételeinket, és valóban azokat a hiányosságokat, amit a lakossági oldalról is, illetve amit a Kalcsó képviselő úr is említett, ezeket valóban mondjuk el, és induljon el az érdemi munka. Rögzítsük bele a szerződésbe. Tehát mi is írhatunk bele, miután elolvastuk. Egyéb vélemény? Dr. Gyöngy Mónika? Nekem kérdésem lenne, nem véleményem. Ahogy az Enerinnek az árajánlatán láttam, hogy kifejezetten megjelölték az ajánlati kötöttséget. Az EMS-nál most gyorsan megnyitottam, de így első ránézésre nem láttam, hogy meddig vállalják ezt az ajánlatot. Tehát nekem csak az a félelmem van, hogyha most csak elvi határozatot hoznánk, tehát nem döntenénk el ténylegesen, akkor nyilván, ha lejár az ajánlati kötöttségük, akkor onnantól kezdve ez az ajánlat sem biztos, hogy szentírás. És ha ez valóban ennyire kedvező, és azt gondolom, hogy az EMS pontosan azért, mert jelenleg is üzemelteti a rendszert, rálátása van, tehát ha azt mondjuk neki, hogy Kartal, akkor tudja azt, hogy hova szoktak kijárni, ő üzemelteti, ő működteti. Tehát én azt gondolom, hogy kellett annyira belátónak és annyira felmérniük a terepet, hogy mire is adnak árajánlatot, hogy az egy olyan árajánlat legyen, amit mernek is vállalni és teljesíteni. És mivel most rögtön nem láttam az ajánlati kötöttséget, én azt gondolom, hogy ugye ilyen esetekben pedig azt mondja a jogszabály, hogy amíg elvárható időn belül nem tudunk visszajelezni. Az elvárható idő az jelen testületi ülés. Tehát én attól félek, csak hogyha ezt nem fogadjuk el mondjuk ezen a testületi ülésen, annak ellenére, hogy ennyivel kedvezőbb, mint a másik ajánlat, akkor már ez az ajánlati kötöttség sem biztos, hogy fenn fog állni. Tehát lehet, hogy egy hónap múlva, ha mondjuk esetleg megnézik a testületi ülésünket, és meglátják, hogy mennyire kedvezőbb ajánlatot adtak a másik pályázótól, adott esetben az is lehet, hogy már nem ezt az ajánlatot teszik meg. Akarsz válaszolni, vagy mondhatom? Mondhat, persze. Mondhatod.
Én tulajdonképpen azt javasolom, vagy javasolnám így, ahogy Kalcsó képviselő úr is elmondta, szerintem nagyon egyértelmű és érthető volt alpolgármester asszonynak a tájékoztatója, tehát én azt gondolom, hogy teljesen letehetjük az EMASZ mellett a voksot, viszont ugye a határozatunkba tehetünk bele kikötéseket. Tehát mindenféleképpen szeretnénk, szerintem mondhatom mindannyiunk nevébe, hogy legyen egy komplex kimutatás a Kartalon jelenleg meglévő lámpatestekről, melyik utca hány szám előtt, legyen ez az 5 év garancia, amit alpolgármester is asszony mondott, és nekem még további feltételem lenne, hogy vannak jelenleg olyan utcák, ahol egyáltalán lámpa oszlopok sincsenek, például ugye, és hiába küldözgetem a megrendelőt, meg hívom az EMASZ-t, sajnos mióta polgármester vagyok, összesen 2 lámpatestet szereltek fel, hát azért hetente az ember nem telefonálgathat nekik, tehát hogy egy kicsit gyorsabb tempóra kellene váltaniuk. A másik, hogy például most hirtelen, ami eszembe jut, például ugye a teniszpályától, ha megyünk a Kun utca felé, egyetlen egy lámpa oszlop sincs. Tehát a szerződéseinkbe, illetve a határozatunkba is ezeket már feltételként bele kell venni, és a szerződésbe meg ezt rögzíteni. Tehát nem lehet Kartalon olyan utca, ahol téli, mert jó, ugye nyáron hosszúak a napok, de téli hónapokban este vagy délután 4 után már nem mernek gyerekek közlekedni, mert egyáltalán nincs közvilágítás. Langa képviselő úr. Köszönöm, még annyival egészíteném ki, hogy ha egy lakossági bejelentés történik, hogy például kiégett egy izzó, vagy egy utcasoron nem megy a lámpa, akkor valami határidőt, legalább egy 24 órát vállaljanak, hogy akkor azt valaki orvosolni fogja. Hát ezt is bele kell venni majd a szerződésbe, természetesen jelenleg, ugye, ahogy kiderült, élő szerződés, azt hiszem nem árulok ezzel titkot, élő szerződés nincs is az EMASZ és Kartal között, mert volt egy árajánlat, azt hiszem foglalkozott is vele a testület, csak valahogy elfelejtődött a szerződés aláírása vagy megszerkesztése. Tehát igazából, ha most elfogadjuk erre a LED világításra vonatkozó ajánlatot, és ezekkel a feltételekkel úgymond kérünk egy szerződés tervezetet, amit természetesen visszajön a testület elé, és akkor abban minden benne kell, hogy legyen, amit most itt elhangzott meg, amit összefoglaltunk, és utána a testület, ha azt elfogadja, olyan lesz ez a szerződéstervezet, akkor ez is benne lesz például, hogy mit tudom én, egy hiba bejelentést, azt 24 vagy 48 órán belül el kell, hogy hárítsanak. Elnézést, látom iskolaigazgató asszony, hogy szót kért, csak akkor most adom meg a szót. Szerintem nekem is csak kérdésem lenne ehhez kapcsolódva. Pontosan a polgármester asszony, vagy ő polgármester asszonynak a hozzáfűzéséhez, hogy én is azt szerettem volna javasolni, hogy valamiféle felmérést kellene végezni azzal kapcsolatban, ahol hiányos a közvilágítás, mert dicséretes az, hogy korszerűsítve lesz, és ahol eddig is volt, ott még modernebb lesz, még takarékosabb, de több olyan hely van a faluban, ahol nincs, vagy ahogyan ön is említette, hogy még lámpaoszlop sem. A mi utcánknak egy részén is például lámpaoszlop igaz, hogy van, de lámpatest az nincs rajta egyáltalán. Hogy ezt is úgy pótolni kellene, és én ezt kérném, hogy a korszerűsítés és modernizálás mellett ez is történjen meg, hogy hol vannak a hiányosságok. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e egyéb vélemény, kérdés? Akkor határozati javaslatként elkérném a alpolgármester asszonytól, mert olyan szépen összefoglalta a végén. Tehát akkor az lenne a határozati javaslatom, hogy a képviselőtestület az EMASZ-nak az árajánlatát fogadja el, mi szerint a közvilágítás korszerűsítését 17,5 millió forint összegben valósítja meg, az önkormányzat 8 éves futamidővel törleszti a korszerűsítés eredményeként realizált megtakarításból a beruházást, illetve ezen időszak alatt a szolgáltató látja el az üzemeltetési, karbantartási feladatokat.
ezt a határozati javaslatot kiegészíteném azzal, hogy a képviselőtestület felkéri az EMAS-t, hogy Kartal települése vonatkozóan egy teljes kimutatást készítsen, hogy hány lámpatest és hol van elhelyezve, és vállaljon kötelezettséget arra, hogy a jelenleg közvilágítással nem ellátott utcákban, illetve hiányosan ellátott utcákban további oszlopokat és lámpatesteket épít ki, és hogyha ezeket a határozatunkban összefoglalt feltételeket vállalja, akkor készítse el a vonatkozó szerződés tervezetét. Természetesen ugye ezt már csak elmondom, hogy ez majd egy személyes egyeztetés is lesz biztos, és ez a határozat tervezet akkor visszakerül ide a képviselőtestület elé, és akkor lesz a végleges döntés. Hogy a valamit kiálltam? Az öt év, mert most nincs. És az öt év, igen, és az, hogy a szerződés tervezet, ja, mert igen, ők küldtek egy szerződés tervezetet, egészítsék ki az öt év garancia vállalás kötelezettségével. Tehát próbáltam összefoglalni. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. Jó. Következik a hatodik napirendi pont, az önkormányzat folyószámláit vezető pénzintézet tájékoztatójának az ismertetése. Talán többen tudják, van, aki nem. Az önkormányzat mikor? Két évvel ezelőtt körülbelül? Akkor döntött el, de tavaly. Igen. Tehát az önkormányzat 2014 elején körülbelül a Raiffeisen Banktól átvezette a folyószámláinak a vezetését, vagyis átvitte a folyószámláinak a vezetését a Sajóvölgye Takarék Szövetkezethez. Na most ugye a médiából is sokan hallották, hogy én nem tudok ilyen szakkifejezéseket használni, de úgymond bedőltek takarékszövetkezetek, tehát hogy voltak gondok a takarékszövetkezetek körül, és tulajdonképpen most a Sajóvölgye Takarékszövetkezet szerintem azzal a szándékkal, hogy az esetleges félelmeinket, aggájainkat elhárítsa, küldött az önkormányzat részére egy levelet, amit mivel nem olyan nagyon hosszú, én azt gondolom, hogy felolvasnék, bár szkennelve a képviselők úgy tudom megkapták. Nem? Akkor mindenféleképpen felolvasom. Tehát Karta Nagyközségi Önkormányzat, tárgy a Sajóvölgye Takarékszövetkezet által benyújtott betétbiztonságról. Szeretnénk tájékoztatni Önöket, Takarékszövetkezetünk hosszú távon és biztonságos működését garantáló fontos intézményi változásokról, és arról, hogy milyen előnyöket jelent mindez önkormányzati partnereink számára. Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy az elmúlt másfél évben az integrációs törvény hatályba lépését követően gyökeres változások indultak el a szövetkezeti hitelintézeti szektorban, amelyek a takarékszövetkezetek hosszú távon is stabil és biztonságos működésének biztosítását és intézményi feltételeinek kiépítését szolgálják. Ennek érdekében 2013. júliusa óta a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyelet mellett egy új, a korábbi intézményvédelmi szerveknél erősebb ellenőrzési és intézkedési jogosítványokkal felruházott szervezet, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete is folyamatosan nyomon követi a takarékszövetkezetek gazdálkodását, működését. A kettős ellenőrzési felügyeleti rendszer létrehozása mellett az integrációs törvény egyik legfontosabb célja egy olyan új garancia közösség létrehozása volt a takarékszövetkezeti szektorban, amely minden eddiginél nagyobb pénzügyi biztonságot nyújt a takarékok ügyfelei, betétesei, valamint a takarékok számára is. A törvény szerint csak azok a takarékszövetkezetek csatlakozhattak a megújuló rendszerhez, amelyek átestek egy szigorú átvizsgáláson és megfeleltek a vizsgálat követelményeinek. Ez a vizsgálat sorozat mára lezárult, a takarékszövetkezetek garancia közössége
2014. december 10-én teljes körűen kiépült, és a Sajóvölgye Takarék Szövetkezet is tagja lett. A garancia közösség létrejöttének köszönhetően a takarék szövetkezeteknél számlát vezető vagy betétet elhelyező ügyfelek, magánszemélyek, vállalkozások és önkormányzatok megtakarításai gyakorlatilag 100%-os védelmet élveznek. A takarékok újonnan létrehozott saját tőkefedezeti alapjának helytállási kötelezettsége ugyanis az országos betétbiztosítási alap által nem fedezett betétekre, gondolatjel közé 100 000 euró feletti betétösszegek, önkormányzati állami betétek, gondolatjel bezárva is kiterjed. Mindez azt is jelenti, hogy a hatályos törvényi szabályozás szerint Magyarországon a pénzintézetek közül kizárólag az integrált takarékoknál vezetett önkormányzati betétek, követelések védettek. Azok az önkormányzatok, amelyek takarékszövetkezetnél vezetik a számláikat, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013 évi 135. törvény ilyen-olyan paragrafusa alapján részesülnek védelemben. A szövetkezeti hitelintézetekkel szembeni követelésüket, a teljes betétállományukat, a 20/A paragrafus 4. bekezdése szerinti sorrendben védi a takarékszövetkezet saját tőkefedezeti alapja, az SHIS, valamennyi szövetkezeti hitelintézet és a Takarékbank ZRT teljes tőkéjének és likviditásának erejéig. Ennek anyagi fedezetét az is biztosítja, hogy a magyar állam 2013-ban 136 milliárd forintot juttatott a szövetkezeti hitelintézeti integráció részére. Bízunk benne, hogy az egyedülálló intézményi garanciák létrejöttét követően takarékszövetkezetünk megerősödve a korábbiaknál is aktívabban hitelekkel, számlavezetéssel és egyéb pénzügyi szolgáltatásokkal járulhat hozzá térség fejlődéséhez. Eddigi bizalmukat megköszönve üdvözlettel a Sajóvölgye Takarékszövetkezet elnök ügyvezetője dr. Kriston Krisztián. Ezt az anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta, megismerte. Megkérem akkor a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el, hogy mi volt a bizottság javaslata. Köszönöm szépen. Mivel a takarékszövetkezetnek, mivel az önkormányzatnak egy jó pár számlája van a takarékszövetkezetnél, ezért nem olyan egyszerű itt a bankváltás. Rengeteg adminisztráció és egyéb papírmunka van ezzel, de ez még igazából megoldható lenne, ha igény van rá, de igazából csak a Sajóvölgye Takarék mellett döntött egyhangúan a pénzügyi bizottság azért, mert ugye a kormány garanciát vállal, és most már ez a biztosítási alap is garanciát vállal arra, hogy a takarékszövetkezetnél lévő pénzt bármikor, vagy bocsánat, tehát hogyha bajba kerül, 60 napon belül az önkormányzat részére biztosítja, vagyis hogy rendelkezésre állítja. És ezért így úgy döntöttünk, hogy itt hagynánk a számlát, mert hogyha ez nem történt volna meg, akkor egy önkormányzatnak, ha elveszik a pénze, egy fél évig nem tud működni. Tehát nagyon fontos az, hogy ami van egy kis pénzecskéje, az mindig rendelkezésre álljon, mert a működés feltétele. Tehát hát igazából köszönöm. Körülbelül ennyi. Ennyi volt a bizottság véleményén. Átadnám a szót Olá Klára alpolgármester asszonynak, mivel ő banki témában nagyon jártas, és gondolom még kiegészíti a pénzügyi bizottság elnöke által elmondottakat. Azzal egészíteném ki, ugye, hogy egy integrációs törvény keretében létrejött ez a garancia közösség, és amit a Gábor is említett, hogy az országos betétbiztosítási alap az OBA és a BEVA nem nyújt védelmet az önkormányzatoknak. Tehát itt van egy lyukas, egy hiányosság végül is, hogy az önkormányzatok nincsenek levédve abba az esetben, hogyha a pénzintézettel bármi gond van. És ugye pontosan ezért a takarékszövetkezeteknél ez a tőkefedezeti alapot hoztak létre, ahol 100 000 euróig az önkormányzatok pénzbetétjeire
végül is fedezetet nyújtanak. Ez a 100 ezer euró, hogyha 300 forint per euróval számolunk, akkor 30 millió forint. Tehát ez azt jelenti, hogy általában mi az önkormányzat számláin mozog, tehát a likvid pénzeszközre, úgy, ahogy van ez a tőkefedezeti alap, bármi történik is a Sajóvölgyével, akkor is fedezetet fog biztosítani. Én úgy gondolom, hogy amit utalnék itt a Gábor szavaira, a bankváltás az egy nagyon, nagyon nehézkes, rendkívül sok munkával járó folyamat, arról nem is beszélve, hogy márciusban ki kellett küldeni az adócsoportnak már a csekkeket, amin a kommunális adót és egyéb adónemeket befizetésre kellett, hogy kerüljön. Tehát gyakorlati megvalósítás is ebből a szempontból, illetve a pénzügy szempontjából is, tehát nem érdemes jelen pillanatban bankot váltani, ez miatt is, illetve pontosan azért, mert hogy a tőkefedezeti alappal 30 millióig biztosítva vagyunk. A másik, amit már ugye régóta repesgetnek, és mindegyik bank várja, hogy a Magyar Államkincstár feltehetőleg az önkormányzatok számlavezetését át fogja venni, és központosítani fogja. Ezt év közepére, év végére ígérik, tehát ebben az évben nagy valószínűséggel el fog dőlni, hogy ez a központosítás megtörténik, vagy sem. Ha átveszi a Magyar Államkincstár az összes önkormányzat számlavezetését, akkor végül is azt lehet mondani, hogy ebbe a pár hónapról van szó, hogy végül is az önkormányzatok saját döntési hatáskörben választhatnak bankot, utána ez úgyis központosítva lesz. De a tőkefedezeti alap által mi biztosítva vagyunk, tehát én azt mondom, hogy ne váltsunk bankot, hanem maradjunk a jelenleginél. Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? Dr. Gyöngy Mónika. Nekem csak annyi kérdésem lenne, hogy jól értem azt, hogy gyakorlatilag ezt az egész takarékszövetkezettel, illetve számlavezetéssel kapcsolatos napirendi pontot a takarékszövetkezetnek a saját beszámolója indította el. Tehát igazából az önkormányzatban nem is volt szándéka bankszámlát váltani. Tehát azt gondolom, hogy ennek fényében pedig, pláne, hogy szándékunk sem volt, de ezek után, hogy gyakorlatilag azt tudjuk megállapítani, hogy egy bármilyen más bankhoz képest pozitívabb, sokkal több szolgáltatás, sokkal biztonságosabb a szolgáltatásuk, akkor én azt gondolom, hogy szóba se kerülhet a bankváltás jelen körülmények között, annál is inkább, hogy azért a 136 milliárd forint az nem kevés pénz. Tehát, hogyha valamiben a magyar állam ennyi pénzt belefektet, hogyha jól ragadott meg a számszerűség itt a beszámolóban, azt nyilván nem véletlenül teszi. Tehát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy beletették a takarékszövetkezetek integrációjának az eljárásába ezt a bizonyos összeget. Valószínűleg cél az, hogy ezek a takarékszövetkezetek életben maradjanak és megfelelően működjenek. Tehát én azt gondolom, hogy bankváltásról ne szavazzunk, ha ez a felvetés ennek helye lenne. Köszönöm. Bognár képviselő úr. Csak annyival egészíteném ki, hogy ugye az első úgynevezett bedőlés kapcsán, a Budakes brókercég bedőlése kapcsán a testvérintézményének, a Turai Takarékról beszélünk, a honlapján hasonló tartalmú, megnyugtató információt juttattak el, ugye legtöbben kartaliak vele vagyunk kapcsolatban, juttattak el a magán betétesekhez is, illetve akik ott vezetik a számlájukat, hogy légébe megnyugtassák és elejét vegyék annak, hogy emlékezzünk vissza, 97-ben volt még az akkori postabank kapcsán egy ilyen pánik, hogy tömegesen vették ki rémhírek kapcsán a pénzüket az emberek, tehát hogy elejét vegyék lényegében ennek a bizalomvesztésnek. Úgyhogy Mónikára nézve hasonló motiválhatta a Sajóvölgye takarékot is, hogy nem csak a magánosokat, hanem bennünk, mint települést, intézményt is a bizalmat fenntartsa. Köszönöm. További hozzászólás? Én is csak annyit érzem magamnak, hogy ez csak egy tájékoztató levél volt, tehát elfogadásra. Igen, nekem is az a véleményem, hogy köszönjük meg a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnek a tájékoztatását, és bízzunk abban a jövőbeni jó együttműködésben, és ennyi lenne a határozat. Tehát nem kell kijelenteni azt, hogy most nem akarunk mi bankot váltani,
megnyugtattak, úgyhogy köszönjük a tájékoztatást. Tehát aki azzal egyetért, hogy megköszönjük a Sajóvölgye Takarékszövetkezet tájékoztatását, és bízunk a jövőben és a sikeres együttműködésben, ez lenne a határozati javaslatom. Aki ezt elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Egyhangú, köszönöm szépen. Haladunk tovább. A következő napirendi pontunk, a hetedik napirend, javaslat, pályázat, írói feladatok ellátása tárgyában megbízási szerződés kötésére. Régóta, és többször beszéltem már képviselőtársaimmal, azt hiszem így együtt is, meg külön-külön is, hogy én akkor érezném biztonságban magunkat, hogyha lenne egy szerződő partnerünk, aki vállalná, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, és amikor olyan lehetőség adódik, ami az önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel összhangban van, akkor azonnal szól, összeállítja a pályázatot, és ugrásra készen állunk arra, hogy nyerő pályázatokat tudjunk írni. Na most ezt a napirend előkészítését is rengeteg telefonálás, e-mail kérés, rengeteg ajánlatkérés előzte meg. Nem panaszként mondom, volt, hogy talán egész napom ezzel telt el. Én elmondom, hogy kiktől kértem. Dr. Vas Gabriellától, tőle nem kaptam választ, aztán kaptunk, mert közben ebben is azért összedolgoztunk a polgármester asszonnyal, tehát ő is, én is próbáltuk az árajánlatokat beszerezni. Kaptunk, hogy ejtjük, ez a neve, igaz? Passion. Firework. Köszönöm szépen. Olyan cégneveket tudnak kitalálni, tehát ettől a Passion Firework cégtől is kaptunk egy ajánlatot. Aztán volt, aki már egyből egy keretszerződést is küldött, ez a GAMI Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Aztán kaptunk a Rolling Consulting Hungary Kft.-től, aztán kaptunk a Solerte pályázati tanácsadó irodától, végül is elég szép számmal ezek szerint összegyűjtöttük az ajánlatokat. Én nem olvasnám fel az összes ajánlatot, nagyjából hasonló tarifák vannak. Ezeket az ajánlatokat a pénzügyi bizottság ülésen részletesen kiveséztük. Én megkérném Langa Gábor képviselő urat, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el, hogy a pénzügyi bizottságnak mi a javaslata. Köszönöm szépen. Megnéztük az összes ajánlatot, összehasonlítottuk, és a végén a Solerte Kft. Mellett döntöttünk, mégpedig azért, mert igazából csak tájékoztatás jelleg, tehát tájékoztatásra elmondanám, hogy ez, tehát hogyha kötünk egy ilyen keretszerződést, ez semmiféle kötelezettséggel nem jár. Tehát, hogyha ha van pályázat, akkor megírják, ha nyer a pályázat, akkor van ennek egy sikerdíja, amit természetesen vissza kell adni. De van olyan pályázatíró cég is, aki azt mondja, hogy a pályázatíráskor van egy bizonyos fix összeg, amit ki kell fizetni. Na most ennél a cégnél ez nincs, csak a végén van egy százalékos, tehát a nyereség, bocsánat, a pozitív elbírálás mértékétől függően egy sávos százalékos kedvezmény, és ezért ez volt a legkedvezőbb ajánlat, és ez mellett döntöttünk egyhangúan. Bocsánat, nem jól mondom, 4 igen és 1 nem szavazattal ez mellett döntöttünk. Köszönöm szépen. Még annyival kiegészíteném az elején elmondottakat, hogy a Solerte, akit végül is ugye a pénzügyi bizottság is javasol, a Solerte Kft. Nagyon jó referenciákat is mutatott be, nagyon sok önkormányzattal állnak szerződéses viszonyba, Nagykátaváros, Mezőtúl, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Mende,
60, tehát azért önkormányzati területen nagyon odafigyelnek, és sok munkát végeztek, és még azt elmondanám, hogy tulajdonképpen az ajánlatuk az 4 variációt tartalmazott. Az első variáció az, amit végül is a pénzügyi bizottságon azt mondtuk, hogy igen, ezt el lehet fogadni, ez azt jelenti, hogy nem kérnek havidíjat, tehát rendelkezésre állnak, figyelik a pályázatot, és a sikerdíj, tehát hogyha benyújtanak egy pályázatot, a sikerdíj pedig százalékosan az elnyert összeg nagyságával arányosan, ha jól fejezem ki magam, csökken. Tehát hogyha egy nagy összeget, most például csak mondom, hogy 150 millió forintot nyernének nekünk, 200 millióig, akkor 2,5%-ot kérnek. Ha 100 millió és 150 millió forint között nyernek, akkor 3%-ot. Ugye, ha kevesebbet, akkor magasabbat. Tehát egyértelmű, hogy egy pályázat írással ugye azért sok munka van, és hogyha 150 milliót nyernének, akkor kisebb összeggel fizetnénk meg ugye a munkájukat, egy kisebb összegnél is viszont el kell, hogy kérjék a munkájuk díját. Tehát például, hogyha csak 2 millió és 5 millió közötti összeget nyernek nekünk, akkor 8% a sikerdíjuk. Tessék, pénzügyi bizottság elnöke. Köszönöm szépen. Annyival szeretném kiegészíteni akár a képviselő társaim, akár az itt jelenlévők, vagy a dévénézőknek, hogy ez a százalékos arány, amit sikerdíjnak nevezünk, ez belekalkulálható a pályázatba. Tehát ez nem a mi zsebünkből veszik ki, hanem a pályázat íráskor ez bele van téve, ez az összeg, bele van tervezve. És még annyit, hogy nem, tehát nem kötelező nekünk egyetlen egy pályázatíró céget megbízni, vagy leszögezni magunkat. Menet közben, ha van egy másik, vagy egy harmadik, aki kedvezőbb, mindenféle elkötelezettség nélkül akár egyszerre 2-3 vonalon is tudunk menni. Köszönöm. Köszönöm a kiegészítést, ez valóban így van, tehát akár 2 szerződést is lehetne kötni, de én azt gondolom, hogy a mostani ajánlatok közül ez a legkedvezőbb. Mint ahogy mondtam, én személyesen tárgyaltam ezzel a Németh Gabriellával, a cégnek a vezetőjével. Az irodájuk sincs messze, Jászberényben van, tehát nagyon könnyen fel tudjuk venni akár a személyesen is a kapcsolatot, és nekem szimpatikus volt, úgy, ahogy a Gyöngy Mónikának a vízkár elhárítási terve ajánlatot tevő, tehát egy személyes beszélgetés alapján is azért az ember meg tudja ítélni, hogy tényleg komolyan veszi a megbízatását, és amit mondtam, hogy az, hogy rengeteg önkormányzattal szerződéses kapcsolatban állnak, szerintem ez egy nagyon jó referencia. Aztán a későbbiekben, ha úgy gondoljuk, köthetünk még másikkal, meg végül is a szerződési feltételeket úgy kell megállapítani, hogy bármelyik fél, hát mondjuk nem gondolom, hogy nem teljesítenék a feladatukat, de ha nem vagyunk megelégedve, akkor felmondhatjuk a szerződést. Jó, akkor van-e még egyéb vélemény, kérdés ezzel a napi rendel kapcsolatban? Kalcsó képviselő úr? Annyit azért hozzátennék, nekem nincs semmi bajom ezzel a céggel, mert egy korrekt ajánlatot tett le, de mint tegnap előtt is mondtam, hogy én azért megnézném a választó körzetünk központja körül azt a dolgot, hogy nem vetném, mert szóval ott kéne talán szétnézni, még bár nem zárják egyik a másikat, mert ugye ez addig még nem jár semmit, addig nincs semmi fajta úgymond fizetési dologunk, de én akkor azért szavaztam nem, mert hogy próbáljuk azért fölmelegíteni ezt a dolgot, hogy hát az itt van még előttünk nagyon sok minden, és azért nagyon sok függ itt az elébb a képviselő úr és környékére gondolok. Most nem tudom, nem akarok belemenni személyeskedésbe, és nem fogok újra neveket mondani. Felsoroltam, hogy kiktől kértem árajánlatot, volt, aki nem válaszolt, ezt nem akarom kommentálni. Én csak a válaszokat és az adott és megérkezett ajánlatokat tudom ismertetni. És én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kössünk szerződést, később adódhat még újabb ajánlat, újabb lehetőség, de mint ahogy mondtam, nehogy úgy járjunk, hogy
elúszik egy pályázat, mert nincs, aki figyeljen és szóljon. Mert azért a hivatal X létszámmal eléggé leterhelt, tehát itt arra nincs egy külön ember, vagy egy embernek egy munkaköri leírásában egy pont, hogy naponta nézze meg, hogy milyen pályázatok kerültek kiírásra. Gyöngy Mónika? Én csak annyit szeretnék javasolni, hogy én is csatlakozom ahhoz a felvetéshez, hogy minél előbb kössünk meg pályázatíróval, mert a semminél gyakorlatilag bármilyen pályázatíróval is kötünk szerződést, már előrébb vagyunk, főleg akkor, hogyha a rendelkezésre állásért nem is kell díjat fizetnünk. Ugyanakkor azzal a kikötéssel, hogyha beleírjuk, hogy nem kizárólagos a szerződés az önkormányzat részéről, akkor ha időközben sikerülne azt a hiányzó árajánlatot beszerezni, akkor azt gondolom, hogy inkább legyen két szerződésünk, mint egy sem, de egy mindenképpen addig is. Főleg, ha játszótéri terveket meg felvetjük. Jó. Van-e még további hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor én határozati javaslatként kérem a testületet, hogy fogadja el a Solerte pályázatíró tanácsadó iroda által adott ajánlatot. Annak is ugye, ahogy elmondtam, a első római egyessel jelölt szerződéses együttműködése vonatkozó ajánlatát, miszerint pályázat figyelői és pályázatírói feladatot elvállalja havi 0 forintért, és a sikeres pályázat esetén pedig az általuk írt táblázat szerinti sikerdíjakban egyeznék meg a szerződésben, és hogy a testület akkor felhatalmazna ennek a szerződésnek az aláírására. Aki ezzel a határozati javaslatommal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. Következik a 8. napirendi pontunk, a lakosság részére ingyenesen biztosított zöld hulladék gyűjtő zsák mennyiségéről való döntés. Mindenki emlékezik, az előző képviselőtestületi ülésen, ugye, beszéltünk arról, illetve én is beszéltem, meg a többiek is hozzászóltak, hogy most már ez a szemét elhelyezési, meg égetési tilalom bevezetés, tehát most ez annyira felvetette a hulladékszállítás problémáját, hogy most már lépnünk kellett, hogy hogyan tovább. Ahogy az előző testület ülésen is elmondtam, ugye a komposztáló telepként indult temető melletti telep, az sajnos egy szeméttelepé vált. Nem részletezem, hogy mi minden található ott, szerintem más is megnézte közelebbről, ezért kénytelenek voltunk bezárni, hogy további szemeteket ne helyezzenek el ott. Próbáltuk, ezt próbáljuk folyamatosan, itt egy kicsit ki is térek Kalcsó képviselő úr által feltett kérdése, de majd még a végén is visszatérhetünk. Tehát próbáljuk folyamatosan ott, ami éghető, azt elégetni, ami beton volt, azt beszállítani a betontörmelékek közé, tehát azt a szeméttelepet fel fogjuk számolni. Az előző testületi ülésen ugye tájékoztattam a képviselőket is, és ezáltal a lakosság is tájékozódott róla, de aki nem nézte a képviselő testületi ülésről készített tévéfelvételt, többen felhívnak telefonon is, hogy most már ugye akkor megkezdődött a fűnyírási szezon, hogy akkor hová tehetik a zöld hulladékot. És az előző testületülésen is elmondtam, hogy áttekintettem a Zöld Híd Kft.-vel kötött szerződést, ami azt tartalmazza, hogy a Kft. április 1 és november 30-a között minden második páros héten elszállítja a kirakott zöld hulladékot. Akkor én az előző testületülésen egy kicsit könnyelmű kijelentést tettem, hogy majd az önkormányzat ingyen fogja biztosítani a zöld hulladék elszállítására a zsákokat. Hát elkezdtem számolni, a pénzügyel egyeztetni, sajnos ezt nem tudjuk bevállalni, hogy mindenkinek ingyen adjuk, ugyanis ugye a képviselőtestület megkapta az írásos előterjesztést, de ugye röviden elmondom, hogy
Az önkormányzat 45 forint 72 fillért fizet a Zöld Hídnak egy zsákért. Ha én úgy kalkuláltam itt a pénzügyesekkel, hogy ha havonta 4 darabot adunk ingyen egy-egy háztartásba, akkor ez durván 1600 házzal számolva, ez havonta 6400 darab zsákot jelent, és ugye mivel 8 hónapon keresztül szállítja a Zöld Híd a zöld hulladékot, ezt megszorzom 8-al, tehát ha háztartásonként 4 darab zsákot adunk ingyen, ez nekünk az önkormányzatnak 2.340.864 forintba kerül. Na most voltak, akik jöttek, kértek 8 darabot, 10 darabot, 15 darabot. Most ha ezt beszorozzuk, hogy például most valaki, csak mondom, hogy mondjuk 16 darabot szeretne vinni, akkor az általam számolt összegnek a 4-szeresét. Tehát 8-10 millió forintokat nem tud az önkormányzat magára vállalni. Én azért javasolnám, és tulajdonképpen a pénzügyi iroda elkérte az adóirodából a kommunális adót fizetők nyilvántartását, ugye bízva abban, hogy abban minden lakóház szerepel, ahol úgymond kukát, illetve zöld hulladékot rakhatnak ki. Ez a zsák téma azért is érdekesen alakult, mert voltak, hogy jöttek be emberek, hogy hát akkor hallották, hogy ingyen van a zsák, és akkor kérik a zsákot, és akkor kiderült, hogy nincsenek is a kommunális adót fizetők nyilvántartásában, mert hogy mondjuk 9 éve igaz, hogy ott laknak, de elfelejtettek bevallást adni, és nem fizetnek kommunális adót. Tehát most, ez csak mellesleg teszem hozzá, hogy ez most arra is jó lesz, hogy a kommunális adófizetők nyilvántartása is rendbe lesz téve. Tehát én ennyit mondanék, én azt gondolom, hogy általában lehet, hogy másnak ez lesz, vagy más lesz a véleménye a lakosok közül, de általában 2 hetente nyírjuk a füvet, nincsenek már olyan hatalmas porták. Én azt gondolom, hogyha egy hónapra odadunk 4 zsákot ingyen, és hogyha a többit még meg kell venni 50 forint darabja, azért az nem olyan megterhelő a lakosságnak, mint hogyha mindet mi fizetjük, és ahogy mondtam, mondjuk éves szinten 8 millió forintunkat vinne el a zsák. Akkor most egyelőre annyit mondanék, hogy ezt a előterjesztésemet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, felkérem ismételten Langa Gábor pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztasson a bizottság javaslatáról. Köszönöm. Igazából túl sok mondani valóm nincs. Polgármester asszony elmondta, a 4 darab zsákot háztartásonként egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm. Akkor haladjunk sorba. Először Szászinné Győri Éva képviselőasszony kért szót, neki adom meg. Szeretném megkérdezni, hogy fog ez a gyakorlatban megvalósulni. Illetve lesz előírás, hogy össze kell törni 20 centisre az ágokat, mert gondolom nem csak füvet fognak beletenni. Tehát hogy képzeljük el, mert a műanyag flakonokat mondjuk úgy viszik el, hogy tele lesz a zsák, kitesszük, és tesznek be helyette egy üres zsákot. Tehát a gyakorlatban ez hogy fog be kell jönni, érte? Igen, tehát eddig is a pénzügyi irodán lehetett igényelni ugye a zsákokat. Tehát most is be kell jönni, ha szabad kérnem, akkor ügyfélfogadási időbe, hétfő, szerda és péntek, és akkor tulajdonképpen, ahogy mondtam, a pénzügyi iroda vezet egy nyilvántartást, és akkor bejelöli, hogy ez a XY tulajdonos, ilyen utca házszám elvitte ingyen a 4 zsákot, ha meg valaki vásárol még 50 forintért darabját 50 forintért, azt ugye befizeti a vételárat a pénztárba, arról pénztárbizonylatot kap, ez eddig is így volt. Ez csak azért nem mondom, hogy miért, mert néha a Facebookon egész furcsa hírek terjednek. Tehát visszatérve a kérdésedre, a Zöld Híddal kötött szerződésben van tulajdonképpen az, hogy a Zöld Híd úgy szállítja el ezt a zöld hulladékot, hogy ugye a levágott fű és a gajak úgy apróra vágva, de mondjuk szerintem ez magától értetődik, hogy egy ekkora ágat, ha valaki belegyömöszöl a zsákba, az ki fog lukadni, és akkor az egész haszna vehetetlen lesz. Tehát én azt kérem, hogy a levágott füvet
meg esetleg a apróra összetört vagy lemetszett gajakat, hogy a zsák úgymond használható legyen. Gyöngy Mónika? Én most egy kicsit haza szeretnék beszélni, de azt gondolom, hogy sok mindenkit fog érinteni az, ami nálunk akár személyes problémaként is felvetődhet. Én ezzel a javaslattal maximálisan egyetértek, tehát nyilván korlátozottak a lehetőségeink. Azt gondolom, hogy ez a határozati javaslat, ami majd előterjesztésre került, illetve ami az előterjesztésben megjelölésre került, ez egy maximálisan méltányolható, gazdaságilag indokolt döntés. Mindazonáltal én ezt egy ideiglenes megoldásnak tudnám csak tekinteni, mert ha csak arra gondolunk, konkrétan nálunk egy viszonylag nagyobb terület van, aminek a fűnyírása meg kell, hogy történjen. Két hetente nem elég a fűnyírás, mert nem bírja a két hét után elvinni a fűnyíró. Ha lenyírjuk egy hétig, és jön a jó idő, jön a 30 fok. Egy hétig, hogyha abban a zsákban a fű van, annak olyan leve lesz, meg olyan szaga, meg olyan környezete, még így is, hogyha zsákba tároljuk, hogy az egyszerűen katasztrófa lesz. Tehát egyrésztről a fű mennyisége is olyan, hogy nem fogja kibírni, hogy két hetente nyírjuk csak, és ott fog állni, és ott fog szagosodni, és ott fog levetereszteni. Másrésztről, hogyha jön az ágaknak a meccési ideje, és van valakinek adott esetben mondjuk 15 gyümölcsfája, akkor arról olyan mennyiségű ágat fog lemetszeni, hogy ekkora darabokra, abba a zsákba, ami egyébként nagyobb ráfújással is határesetem, hogy kiszakadjon vagy sem. Tehát azt gondolom, hogy nem biztos, hogy kivitelezhető lesz ez hosszú távon, hogyha csak két hetente szállítják el. Én azt javasolnám, hogy ha itt egy évi 2,5 millió forint körüli összegről beszélünk, ahogy itt ugye az előterjesztésben volt, lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy nyilván amíg ez a helyzet van, addig ezzel a metódussal, de esetleg egy normálisan működő komposztálóterep létrehozásának a költségét felmérni, vagy pályázni rá, és akár adott esetben a közhasznú kollégáknak a bevonásával biztosítani, hogy oda ne vihessenek be minden szemetet. Tehát ezt a témát egy kicsit körüljárni, hogy hosszú távon valamilyen másfajta megoldást is találjunk erre a problémára. Erre válaszolnék először, és utána megadom a szót. Természetesen ezt most én is ideiglenes megoldásnak tartom. Ahogy hivatkoztam, ugye, hogy a komposztáló telepet kénytelenek voltunk bezárni, viszont ugye a lehetőséget valahogy biztosítani kell a zöld hulladék elszállítására. És azért is ideiglenes megoldás, mert természetesen távlatilag szeretnénk egy komposztáló telepet, de annak most nem részletezem, hogy micsoda beruházási költségei vannak. Oda sok-sok talán nem tudom, 100 millió is kéne, oda ember kéne, gépek kellenének, tehát én azt gondolom, hogy komposztáló telepet, ha szakszerűet akarunk építeni, azt, ahogy itt Szászíné képviselő asszony közbe súgta, bizony ez csak pályázati erőből bírjuk, önerőből nem. Azon kívül hadd mondjam el, hogy ugye ez az egész zöld hulladék dolog, ahogy az elején mondtam, ezzel a égetési tilalom bevezetésével is felerősödött. Azért vidéken mindig úgy volt, hogy ha levágtuk az ágakat, vagy levágtuk a füvet, hagytuk egy darabig száradni, száradt egy-két hétig, vagy három hétig, és akkor meggyújtottuk, el lehetett égetni. Ahogy már jegyzőasszonnyal a múltkor is elmondtuk, tulajdonképpen ez az égetési lehetőség, tudom, hogy sokan nem szeretjük, ha füst van, de továbbra is fent van, tehát meg fent van ez, vagy fennáll ez a lehetőség, nem változtattuk a rendeletünket, tehát hétfői napokon továbbra is el lehet égetni a kerti hulladékot. Tehát én azt gondolom, hogy faluhelyen ezt meg lehet azért oldani. Azon kívül nagyon sokan sajnos kényszerből sokszor visszatértek a fatüzelésű kazánokra. Össze is lehet azokat a levágott ágakat, gajakat gyűjteni, vagy lehordani a pincébe, aztán jó lesz az télen. Tehát én azt javasolom, hogy igen, tekintsük ideiglenes megoldásnak, bízzunk abba, hogy ki tudunk alakítani valamikor egy megfelelően működő, szakszerű komposztáló telepet, de egyelőre ezt tudom javasolni, és hát remélem, hogy a lakosság is megért minket, hogy ettől többet nem tudunk ingyen áldozni most a zöld hulladék elszállítására. Bognár képviselő úr? Még egy alternatívát szeretnék a
Mónikának javasolni, amennyiben gazda társ van a környéketeken, biztosan szívesen elfogadják és nagyobban komposztálják, vagy trágyatelepre elhelyezik, mert voltak éppen környezetvédelmi okokból is az lenne a legcélszerűbb, meg a leggazdaságosabb, hogy ahol képződik, ott forgatnánk vissza a természetben. Nálam is, vagy hozzám is, a környékről nagyon sokan hozzák így a vegetációs időszakban a lenyírt füvet, a lemetszett zsengép hajtásokat, és gyakorlatilag a bioaprító gépek azok maradéktalanul feldolgozzák. Egy kis odafigyeléssel vagy érdeklődéssel meg lehet szerintem oldani. Csak ennyire. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Szarvas képviselő úr? De polgármester asszony tulajdonképpen elmondta előttem a dolgokat, ugye ezzel a komposztálóval kapcsolatosan. Én is szerettem volna azt mondani, hogy felhívjuk a lakosság figyelmet, hogy a hétfői napot meghagytuk a tüzelési lehetőséget, tehát nincs tilalom. Hétfői napon már ez önkormányzati hatáskörbe hagyták. A másik, amit a Mónika mondott ezzel a komposztáló telep létrehozásával, ugye nem folytunk bele a költségekbe, de még a pályázat is kevés, mert a pályázat csak egy induló tőkét ad. Ennek a éves fenntartás is több 10 millió forint sajnos, mert oda kell egy munkagép, kell egy darálógép, tehát a munkagép az, ami ugye tologálja, teszi-veszi, darálógép, 3-4 ember fix. Az ok, de ez csak induló, de ezt utána neked üzemeltetni kell. Kell mindjárt 3-4 ember, amelyik ezt tudja kezelni, nehézgépkezelő, kutyafüle, fizetések, tehát azért mondom, hogy ez több 10 milliós tétel, és ami a legrosszabb ezekben az, hogy 5-6 év mire valamit termel, de nincs olyan komposztal, ami nullszadós lenne, mert annyi, hogy hívják, ott nem tud eladni, meg ére fönntartani. Úgyhogy meglátjuk a jövőben is, milyen alternatívát találunk rá, biztos, hogy keresünk, meg találunk rá, meg lehetőség, mert már beszéltünk is többfélét, úgyhogy természetesen ez csak ideiglenes megoldás, de hogy mi lesz a vége, még azt nem tudjuk. Csak ezt akartam mondani. További hozzászólás? Nincs. Akkor a határozati javaslatom az, hogy a képviselőtestület hozzon határozatot arról, hogy április 1-e és november 31-e között, amikor a Zöld Híd Kft. Elszállítja a zöld hulladékot, minden háztartás részére 4 darab zsákot biztosít ingyenesen, az ezen felüli igényelt zsákért pedig a lakosok az eddigiek szerint 50 forintot fizetnek darabonként. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a testület az előterjesztést. Jó. 9. napi rend, ugye az elején mondtam, hogy az eredetileg betervezett napi rend az okafogyottá vált, mert nem pályázhatunk kisbuszra, ehelyett a testület elfogadta a konzorciumi együttműködési megállapodás megtárgyalását. Erről is kaptak a képviselőtársaim írásos előterjesztést, de azért, hogy a jelenlévők is tudják, hogy pontosan miről van szó, bár úgy emlékszem, valamelyik képviselőtestületi ülésen már beszéltem erről, hogy ugye évek óta ment itt a pályázat, már az előző pályázati időszakban is, Kartal Versek szennyvíztisztító telepének felújítása, fejlesztése tárgyában, csak ugye aztán forráshiány miatt ez a pályázat elutasításra került. Tavaly, de 2014 decemberében a kormány létrehozott egy, pontosan az a neve, hogy Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Nevű céget, intézményt, tulajdonképpen Kft., tehát cégnek nevezhetem, és lényeg az, hogy ezeket a projekteket, amik az előző pályázati ciklusban forráshiány miatt elutasításra kerültek, ez a Nonprofit Kft., vagy Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Fogja a jövőben teljes egészében lebonyolítani. Egyszerűsítve az elmondottakat,
nem az önkormányzatnak kell beadni a pályázatot, nem nekünk kell a közbeszerzést, nem nekünk kell a kivitelezőt kiválasztani. Tehát magyarul minden feladatot, terhet levettek a vállunkról, és küldtek egy konzorciumi megállapodás tervezetet. Tudomásom szerint ezt minden képviselőtársam megkapta, igaz? Hát tulajdonképpen annyi, hogy amit elmondtam, hogy ők fogják helyettünk megírni a pályázatokat, a nyilatkozatokat, a támogatási szerződést, és mi meg ugye szükség esetén a megfelelő nyilatkozatokat, adatokat szolgáltatjuk részére. A mai napon éppen a mai postába bontottuk jegyzőasszonnyal, hogy már ennek a non-profit Kft.-nek a vezetője alá is írta ezt a konzorciumi együttműködési megállapodást. Versek képviselőtestülete tegnap ülésezett, ott jóvá hagyták ezt a konzorciumi megállapodást, és amennyiben a Karteli képviselőtestület is jóvá hagyja a megállapodás tervezetét, úgy már holnap ez aláírásra kerül, és úgy egyeztettünk azzal, akivel a kapcsolatot tartom, hogy akkor postai úton ez megy elsőbséggel, és akkor tulajdonképpen indul, hogy aztán igazából majd pontosan mikor lesz felújítva, fejlesztve ez a szennyvíztisztító telep, ezt nem tudjuk még. Egyelőre ez a papírmunkák megindulásának az előfeltétele, hogy ez a megállapodás létrejöjjön az önkormányzatok és a Kft. Között. Van-e kérdés, vagy egyértelmű, amit elmondtam? Egyértelmű? Kalcsó képviselő? Röviden hagyj részrevétrezem, én sajnálattal veszem tudomásul. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nekünk innentől kezdve semmi közünk nincs hozzá. Alá fogsz írni majd egy papírt, átveszed vagy nem veszed. Ami azt jelenti, a környékbelül dolgozó egy se fog semmilyen munkához jutni. Ez a céget, akit majd ez a kormány kijelöl, vagy nem tudom milyen cég ez majd ő megmondja, hogy melyik barátaival fogja megcsinálni ezt a részét, ide fogja elénk hozni testületnek, írjátok alá, hogy jó van. Ha nem írod alá, akkor egyáltalán meg se csinálja. Úgyhogy nekem, én azt sajnálom ebben, gyakorlatilag itt el van felejt vezetés, se versek, se Kartal. Itt Kartali, meg versegi vállalkozó ki van zárva. Itt van nektek, adunk nektek x millió forintot, felújítjuk a szennyvíztisztítót, de majd én viszek oda kivitelezőt, meg beruházok mindenkit. Erről szól a történet. Én megmondom őszintén, ennek nem nagyon örülök, de ha nem fogadjuk el, akkor még ez se lesz. Akkor ez se lesz. Ez egy szomorú helyzet. Igen, mint ahogy mondtam, tulajdonképpen kijött ez a kormányhatározat, egyébként ez nem csak Kartalt és Verseget érinti. Most nincs nálam az a magyar közlöny, amiben fel van sorolva, 20 akárhány település lett akkor elutasítva forráshiány miatt, ezeket most a kormány határozat felsorolja, és minden településen így valósulnak meg. Én azt gondolom, igen, igazad van, szomorú, hogy így van, de örüljünk annak, hogy így bízzunk benne, hogy így valóban megtörténik a szennyvíztisztító telep fejlesztése, felújítása. Én azt szeretném megkérdezni, hogy akkor abban a pillanatban, ahogy aláírod a szerződést, vagy ezt a konzorciumot elfogadjuk, onnantól kezdve nem vagyunk büntethetőek. Tehát én úgy gondolom azért, hogy rossz a szennyvíztelepünk. Vagy büntethetőek vagyunk szerintem még attól? Szerintem addig, amíg nincs ez felújítva, meg fejlesztve büntethetőek. Mert tehát a szándék nem elég akkor? Nem. Ez még csak egy, ahogy mondtam, egy kezdő lépés. Szerintem a büntetés akkor fog megszűnni, ha ez a szennyvíztisztító úgy működik, hogy nem szennyezi a környezetet. Véleményem szerint. Jó, akkor felolvasnám a határozati javaslatot, amit tulajdonképpen én az előterjesztésbe bele is írtam, és akkor most nem kell improvizálnom. Tehát a javaslatom: Kartal Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kartal Versek Községek Szennyvíztisztító Telepének Fejlesztése című program megvalósítása érdekében
jelen határozat melléklete szerinti konzorciumi együttműködési megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda non-profit korlátolt felelősségű társasággal. A képviselőtestület felhatalmazza Németné dr. Keresztes Katalin polgármestert a mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására, egyben a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a projekttel kapcsolatos releváns dokumentumokat a későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja. Aki ezzel a határozattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Akkor megállapítom, hogy a képviselőtestület ezt a határozati javaslatot egyhangulag elfogadta, és természetesen... Katiuszkodik. Ja, bocsánat. Nem, én ellene vagyok. Ja, jó, akkor már nem néztem alaposan körül. Tehát akkor 8 igen, 1 nem. Jó. Azt akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy természetesen ugyanúgy, mint eddig mindenről, azt gondolom, ebben is bármi történik, mindig korrekten fogom folyamatosan tájékoztatni a képviselőtestület, hogy hol tartunk. Testületet, hol tartunk, és mit kellett aláírnom, vagy mi történt ebben az ügyben. Jó, akkor most jön a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület támogatás iránti kérelme. A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület igazából még januárban beadott egy kérelmet, amiben leírták, hogy az idén ünnepelik a megalakulásuk 12. évfordulóját. Én akkor azt kértem a pénzügyi csoportvezetőtől, hogy tervezzem be erre a kérelemre a költségvetésbe összeget, és igazából most jött el az ideje, hogy szükségük van a Nyugdíjas Egyesületnek erre az összegre, mert... Hát elolvasom végül is, sok szép programjuk van. Elolvasom a kérelmet. A Kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 23 aktív tagja nevében tisztelettel kérem Önöket, hogy a 2015. évi programjaink megvalósításához szíveskedjenek részünkre anyagi támogatást biztosítani. Fontos programjaink, hagyományainkhoz hűen az idén is műsoros rendezvénnyel ünnepeljük Egyesületünk megalakulásának 12. évfordulóját, melynek tervezett időpontja 2015. május 9-e. Az élő népművészet 16. országos népművészeti kiállításon Budapest, Cegléd, kartali népviseletes babákkal mi is részt kívánunk venni. Sopronban 2015. szeptember 8-9-10-én megrendezésre kerülő Életet az éveknek fesztiválon kartali népviseletbe öltözve népdalcsokorral és néptánccal mi is részt kívánunk venni. A galgamenti és palócföldi rendezvényeken felkérésre évente 6-8 alkalommal kartali népviseletbe öltözve népdalcsokorral és néptánccal mi is vendégszerepelünk. Segítségüket és támogatásukat előre is köszönjük. Ezt a kérelmet a pénzügyi bizottság megtárgyalta. Megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság ide vonatkozó javaslatát. Köszönöm szépen. Igazából egyhangúan elfogadtuk a támogatási kérelmet, és mondhatok összeget? Persze. És akkor 100 000 forint összeget javasolt a képviselőtestület. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szászi Négy Őri Éva. Én szeretném mondani, hogy régen az volt a hagyomány, hogy volt az a 3 millió forint, ami felett a Kulturális Bizottság döntött, hogy mire van fordítva, és ezeket a támogatásokat mindig abból a keretből adtuk. Tehát most is abból a keretből lesz, mert ugye oda van betervezve, ezt azt hiszem Andi mondta is a múltkor, 500 ezer, vagy nem emlékszem most hirtelen. Több. Több, 1,2 millió. Jó, köszönöm a segítséget. Tehát az a lényeg, hogy most 100 ezer forintot javasol a bizottság, nem magyarázom az anyagi helyzetünket, de ez nem zárja ki azt, hogy az év folyamán még további támogatást tudjunk adni, mert ugye azért vannak itt szeptemberre vagy októberre tervezett programok is, tehát én azt javasolom a képviselőtestületnek, hogy
értsen vele egyet, és szavazza meg, hogy a nyugdíjas egyesületet ahhoz, hogy ezeken a rendezvényeken részt tudjon venni, 100 000 forinttal támogassa az önkormányzat, és későbbiekben visszatérve az anyagi helyzetünk ismeretében további támogatásról majd még későbbiekben esetleg döntünk. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, azt kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület a javaslatot. Jó, akkor rátérnék a úgynevezett én utolsó napirendi pontomra, és belefoglalom azt is, amit Kalcsó képviselő úr javasolt, hogy tulajdonképpen mi történt a két testületi ülés között, illetve amit felvetett a képviselő úr, hogy abban is mit tudunk tenni. Tehát tulajdonképpen érintőleg már itt említettem az elején is, hogy a Lehel utcában gyakorlatilag készen van a szennyvízcsatorna, mint ahogy mondtam az elején, már csak az elmű émász működési engedélyére várunk, és utána rögtön a daköv ugrásra készen van, és rácsatlakoztatja a rendszert, vagyis azt a kiépített hálózatot a teljes rendszerre, és utána a lakosok folyamatosan kérhetik az ingatlanuk rácsatlakoztatását. Aztán időrendi sorrendbe haladva, úgy tűnik, hogy nem sok minden történt, de nagyon sok minden történt, de mindenről azért majd napi dolgokról nem fogok azért beszélni. Április 9-én ez egy fontos, majd zárt ülésbe fogjuk tárgyalni, de könyvvizsgálói szakvéleményt kellett kérni két olyan, a 2014 októberi választás előtt benyújtott számlákról és követelésekről, ami a mai nap még nem került kiegyenlítésre, és a könyvvizsgálótól kértem szakvéleményt, tehát vele tárgyaltunk. Szintén április 9-én volt egy kellemes délután. Vécsei László országgyűlési képviselő úr akkor tartott Kartalon ügyfélfogadást, elég szép számmal látogatták őt meg az ügyfelek, és megtisztelt minket azzal, hogy összejött a képviselőtestület, és velünk is leült egy negyed óra erejéig, annyi ideje volt, és beszélgettünk a kéréseinkről, hogy segítse a települést, segítsen abban, hogy pályázatokat nyerhessünk el. Április 11-12-én talán sokan hallották, és talán élvezték is, hogy egy jótékonysági rendezvény került megtartásra azon a területen, ahol a búcsút szoktuk tartani, a bölcsőde mögötti téren. Igazából, aki megkérdezett telefonon, annak elmondtam, meg a képviselők is ezt tudták. Ez egy olyan rendezvény volt, amihez mi csak a területet adtuk, tehát ezt a Váci Kórház megsegítésére szervezték. Annyi, hogy azért résen voltunk, mert sok mindenre figyelni kell, és többen összedugtuk a fejünket, hogy nehogy az legyen, hogy itt hagyják a szemetet, vagy nem fizetik ki a villany, az elhasznált elektromos áramnak az árát. 100 000 forint kauciót fizettettünk velük, megvoltak a szerződéses feltételek, hogy ha eltakarítva tisztán hagyják ott a területet, rendezik a villanyszámlát, akkor visszakapják a kauciót. Szépen lezajlott ez a rendezvény, úgy tudom, semmilyen probléma nem volt, a lakosság részéről pedig elégedettséget, és azt hallottam vissza, hogy jól érezték magukat. Április 14-én a Galgamenti Önkormányzatok Társulása Pénzügyi Bizottság ülésén, majd az azt követő társulási ülésen vettem részt, ahol tulajdonképpen elfogadtuk a 2014. évi költségvetési beszámolót,
ennek az a lényege, a képviselők nagyon jól tudják, hogy ennek a társulásnak a keretében látjuk el a belső ellenőrzési, a munkavédelmi és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat. Tulajdonképpen a beszámoló egész szimpatikus volt, 11 millió tartaléka van ennek a társulásnak, amire én rá is kérdeztem, hogy miért van ott ez a pénz, nem lehetne, hogy akkor ne fizessünk annyi tagdíjat. Mondták, hogy ez majd ki fog alakulni, most egyelőre tartalékolják, mert nem tudják még, hogy a pedagógiai szakszolgálat hogyan alakul, és lehet, hogy egyszer majd pár hónapig nem kell, vagy esetleg egy évig, vagy valameddig tagdíjat fizetnünk. Hát még elmondom csak azért, hogy erről is tájékoztassam a képviselőket. 21-én ez nem régen volt, ugye tegnap előtt a Pest megyei kormányhivatalban volt polgármesterek és tartalékos katonák részére honvédelmi igazgatási értekezlet, ahol szintén részt vettem. Amit még el szeretnék mondani, ugye az előző testületülésen elmondtam, hogy a bölcsödének a bölcsödei beruházáskor beépített gépészeti dolgokról semmilyen gyártói könyv, semmilyen beszerzési bizonylat és semmi nem áll rendelkezésre. Ugye mondtam akkor, hogy írtam ebben az ügyben a Trend Kft-nek, a fővállalkozónak. Ők azt a választ adták, hogy a műszaki átadás átvételkor minden dokumentációt átadtak a műszaki ellenőrnek. Ezt követően én írtam a Bártfai László műszaki ellenőr úrnak, aki közölte, hogy ő a műszaki átadás átvételkor minden ilyen jellegű dokumentációt átadott a polgármester úrnak. Tehát most az maradt, hogy majd ráérő időnkbe feltúrjuk az irattárat, a régióvodát, remélem valahol tényleg megvannak ezek a gépkönyvek. A másik, amiről beszéltem, és szeretném a folytatásról is tájékoztatni a jelenlévőket és mindenkit, hogy jótállási igényt jelentettem be a General Center, most nem tudom, jól ejtem a nevét, nem hoztam be az ügyiratot, tehát lényeg az, hogy aki a községházát építette, az irányába jótállási igényt jelentettem be. Ugye ezt már korábban elmondtam, hogy beázzik helyiség, repednek a falak, sok hiba van az épületbe, és hát ők azt válaszolták. Ugye akkor én arra hivatkoztam, hogy mivel a fővállalkozói szerződésben nem kötötték ki, az úgy kipontozva kimaradt, hogy mennyi ideig kötelesek kijavítani a hibákat, vagyis mennyi ideig tartoznak jótállással. Én hivatkoztam arra, hogy ilyenkor ugye az ide vonatkozó jogszabály lép hatályba. Ők visszaírtak, éppen valamelyik nap kaptam a választ, vagy talán egy hete, már Gyöngy Mónikával ezt meg is beszéltük. Hát elismerik, hogy igen, adminisztrációs hiba volt, de hát ők már a közbeszerzési eljárás során is csak 2 év jótállási időt vállaltak, és ezért nem hajlandók kijönni. Gyöngy Mónikával, mint jogászok, összedugtuk a fejünket, és az ide vonatkozó jogszabály alapján, nem volt még időm, de jövő hét elején el fog menni a levél, hogy van a jogszabályban egy olyan paragrafus, hogy semmis az a szerződési megállapodás, ami a jogszabályban előírt jótállási időnél kevesebbet rögzít. Tehát az, hogy ők 2 évet írtak a közbeszerzési ajánlatban, már az is semmisnek minősül. Tehát ezt még meg fogom nekik írni, és meglátjuk, hogy erre hogy reagálnak, és utána jövök és hozom a testület elé, és akkor együtt döntjük el, hogy most akkor bíróságra megyünk, vagy hogyan tovább, vagy várjuk a jó szerencsét. A jövőre vonatkozóan, amit el szeretnék mondani, Olá Klára alpolgármester asszony megfeszített munkájával úgy néz ki, hogy május 1-én lesz egy csodálatos kartali majálisunk. Reméljük, hogy az időjárás nem ront bele. Most már fent van a honlapon is, művelődési ház idővonalán, szerintem a kering a Facebookon is, a plakátok is majd lassan kikerülnek. Tehát lényeg az, hogy május 1-én mindenkit szeretettel várunk. Ha az időjárás kedvez, akkor tulajdonképpen 3 helyszínen zajlik a majális. A sportpályán mennek majd a mindenféle sportesemények, a sportcsarnokban lesz a pingpong verseny, és tulajdonképpen itt a főtéren pedig mindenféle műsorok, gyerekműsorok,
főzőverseny lesz, fellépők lesznek, de a részletes programot majd mindenki megismeri a plakátokról, tehát ez, erre mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. És ami még közel van, és nem tudom, hogy mennyire jutott el az emberekhez ez a hír, május 9-én pedig lesz ez a bizonyos Futapest rendezvény, amihez Kartal is csatlakozott, egy nem nagy összeggel támogatjuk ezt a rendezvényt. Ez egy szombati nap, és 9 órakor lehet nevezni, vagy 8 órától lehet nevezni a sportpályán, és akkor ezen is részt lehet venni. Tulajdonképpen ennyi, amit én el szerettem volna mondani, és akkor visszatérve, én azt gondolom, hogy a szeméttelepről már úgy elég sokat beszéltem, annyival egészíteném ki, hogy ide vonatkozóan, mindjárt egy pillanat, tehát ide vonatkozóan is kértem árajánlatot, hogy ami még ott van, és már nem égethető, és már semmit nem tudunk kezdeni vele, tulajdonképpen, hogy ezt a szemetet hogy lehetne eltakarítani, erről már Karcsó képviselővel ott helyszíni szemlét is tartottunk. Tulajdonképpen el kell dózerolni, földdel leteríteni, ezt most hagyj ne beszéljem ki, mert tehát ez egy megoldás lesz. És éppen ma kaptam a második árajánlatot, nagyon nem volt időm még megnézni se, amikor még esetleg jön árajánlat, akkor akár egy rendkívüli testületülést is összehívunk, és akkor a kedvező árajánlat alapján el kell végeztetni minél előbb, mert például hiába, hogy a közhasznúsok már sok szemetet eltakarítottak, kimentünk egy hete körülbelül, már ugyanúgy megint újabb szemétkupac, betondarabok, tehát egyszerűen el kell tüntetni, mert sajnos az a helyzet, hogy ahol, én nem mondom, hogy kartaliak, lehet, hogy máshonnan jönnek, akik lerakják a szemetet, de ahol látnak egy kis szemetet, oda sajnos pakolják a többit is. Egyébként folyamatosan egyeztetünk, csak nem sikerült még időpontot összehangolni, Urbán Imre úrral, a szövetkezet elnökével és a tangazdaság vezetőjével közösen szervezünk majd egy bejárást, mert sajnos a határ, a Császár út vége, minden tele van szeméttel. Ezt össze kell gyűjteni, ennek az elszállításáról meggondoskodni kell, és utána meg kell oldani, hogy vagy legyen egy szemét tároló hely, mert ugye sajnos tudjuk, hogy a régebben nagyon jól működött az, hogy valaki építkezett, vagy nagy lomtalanítást csinált, rendelt egy konténert, elvitette a szemetet. Most, mivel a szemétlerakási díj nagyon magas összegre emelkedett, az emberek nem rendelnek konténert, hanem mindenhol sajnos eldobálják a szemetet. Nem gondolnak arra, hogy azt valakinek nagyon sok pénzért össze is kell takarítani, de ebbe is fogunk lépni. A játszótérre vonatkozóan, igen, ez mindnyájunk ígérete és álma is, és igénylik is a gyerekek, de hát itt is azért vannak jogszabályi előírások, hogy egy játszótéri eszközöknek milyen feltételeknek kell megfelelni. Tehát ez most nem úgy van, hogy én mondjuk felkérek egy asztalost, hogy figyelj, csinálj már, mit tudom én, hintát, meg mászókát, meg ilyesmi. Tehát azért ezek előírásoknak meg kell, hogy feleljenek. Hát nem mondom, hogy pályázati pénz, de ha lenne pályázati lehetőség, az lenne a legjobb. Ha nem lesz pályázati lehetőség, akkor mindenféleképpen önerőből valamit. Jön a nyár, tudom, a gyerekeknek kellene egy kis további lehetőség. Tudom, hogy nagyon régóta igénylik már ott valahol a Hunyadi utca vége felé is, igénylik a mártírok, tehát a orvosi rendelő téren is, mert ott is ugye tönkre mentek, amik voltak. Tehát ez is, hogy mondjam, napirenden van tartva, csak hát az a baj, hogy minden nagyon drága. Tavaly több pályázatot olvastam, akik a Lidernél például játszótért de pályáztak, tehát meg lehetne próbálni nekünk is. Nagyon jó a kapcsolatom a Lidernel. Most is például ebbe a busz ügybe még meg sem jelent a közlöny, ők ugye már tájékozottak voltak, beszéltünk róla, megígérték, hogy mihelyt kijön a közlöny, és van esély, akkor rögtön írhatjuk a pályázatot. Tehát ha a Líderen belül lesz ilyen játszótérre való pályázati lehetőség, ők jeleznek. Tehát nagyon, nagyon jó az együttműködés, és hát bízzunk benne, hogy erre is lesz pályázati lehetőség.
Dr. Gyöngy Mónika. Bocsánat, kicsit beelőztem, igen, köszönöm szépen. Én igazából a sportcsarnokkal kapcsolatban szeretnék kérni egy kis tájékoztatást, nem tudom, hogy tehát az a tényszerű, azt gondolom, amit a polgármester asszonyad, hogyha jól tudom, itt a sportcsarnok élére kinevezett felelős vagy vezető személyében változás történt, vagy történni fog, vagy nem tudom. Tehát, hogy itt tervezünk-e pályázat kiírását vezető sportcsarnok vezetésére vonatkozóan, vagy... Tehát miért a jelenlegi helyzet személyi vezetésben? Igen, a sportcsarnok vezetésében változás történt. Ennek részletes indokait, mint ahogy ez a múltkori testületi ülésen mondtam, zárt ülésen fogjuk tárgyalni, és akkor, amikor majd, mert most már a köztisztviselői karra is, tehát a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselőkre kiterjedően is elvégezték a belső ellenőrzést, csak még nem érkezett meg a jelentés. És ahogy a múltkor is mondtam, hogy amikor az egész átfogó belső ellenőrzésről megérkezik a Vincent Audit jelentése, ezt részletesen megtárgyaljuk. A sportcsarnoknál tulajdonképpen most egy megbízott van, a Bognár Árpi, aki eddig a sportegyesületnél, a sportklubnál volt gondnok. Most az ő munkakörét kiegészítettük azzal, hogy a sportcsarnokot addig, amíg a testület nem dönti el, hogy hogyan tovább, addig úgymond felügyeli, mert minden intézménynek kell, hogy legyen vezetője. Igazából a sportcsarnok további jogi helyzetét a testületnek kell majd eldönteni, méghozzá hamarosan, mert a sportcsarnoknak nincs alapító okirata. Tehát ő nem egy önálló intézmény. Ugyanakkor nincs az iskolához sem csatolva, mert hogy... Igen, tehát tulajdonképpen az önkormányzathoz tartozik. Én el tudnám képzelni azt, mert például megkeresett a sportegyesület részéről egy pár személy, de majd ugye még ezt is tisztázni kell jogilag, hogy az önkormányzat megvette, nem tudom, most hadd ne mondjak pontosan éveket, a sportpályán lévő sportegyesület épületét, és most a sportegyesület ezt szeretné visszavásárolni, de ez mondjuk két nappal ezelőtt érkezett be a kérelem, tehát azt ma még nem tudjuk tárgyalni, és én nem tudom, el tudom képzelni azt is, hogy önálló intézménnyé nyilvánítani a sportcsarnokot, önálló alapító okirata lenne, és akkor természetesen, hogy ki legyen a vezetője, azt meg kell pályáztatni, mert úgy ennek ugye megvannak a jogszabályi előírásai, hogy ki lehet iskolaigazgató, ki lehet óvodavezető, ki lehet sportcsarnokvezető, tehát azért mondom, hogy rövidesen visszatérünk erre, most egyelőre nem tudom, kielégítő-e ez a tájékoztató. Csak egy rövid kérdéssel szeretném még kiegészíteni, akkor jól értem, hogy a Bognár Árpádnak a megbízása az jelenleg nem egy, tehát határozott időre szól addig, amíg nem sikerül ezt a jogi helyzetet rendezni. Tehát nem az van, hogy 5 évre, vagy 2 évre, nem, hanem mihelyest abban a helyzetbe kerülünk, hogy ki tudjuk írni a pályázatot. Fél évre írtam vele, tehát hogy fél év, tehát benne van, hogy ez bármikor, tehát előbb is megszüntethető, mert ugyanúgy, ahogy most elmondtam, neki is elmondtam, hogy a testület hatásköre, hogy eldöntse, hogy a sportcsarnok hogyan működjön tovább. Jó. És akkor, amikor, ha azt mondja a testület, hogy legyen egy önálló intézmény, megcsináljuk az alapítókiratát, meghirdetjük a sportcsarnok vezetői állást, és akkor a pályázók közül lehet választani. Tehát most ez egy ilyen ideiglenes megoldás, mert kell, hogy ott is azért zajlanak, hál' Istennek, a rendezvények, és akkor ő meg nagy lelkesedéssel most csinálja ezt a feladatot. Annyit szeretnék kiegészítésképpen hozzámondani, hogy úgy gondolom, hogy itt is úgy van, ahogy máshol, hogy az iskolának a tornacsarnok a tornaterme tulajdonképpen. Tehát azért ne felejtsük majd el azt sem, hogy napközben az iskola részére van, bocsátva, ingyenes, illetve a klik részére, ingyenes használatra. Persze, hát ezt tudjuk, meg jelenleg is így működik, ugye, hogy tanítási idő alatt senki más oda nem mehet, és ugye este vannak azok a bizonyos szerződések, amikor jönnek a, mit tudom én, a Hévíz Györki futballcsapat, vagy hagyd ne soroljam, vagy mennek kézilabdázni, tehát
este és hétvégén van az, amikor nem a gyerekek veszik igénybe, hanem más személyek. Tessék, Gyöngy Mónika. Én ezt a sportcsarnokot csak azért tartanám nagyon fontos. Tehát igazából, hogyha beszélgetünk a községben, mindenhonnan azt hallom, hogy azért volt egy időszak, amikor a sportcsarnok nagyon híres volt, tehát nagyon sok neves rendezvényt sikerült idehozni, nagyon népszerű volt, igazából a csodájára jártak, volt egy olyan időszak a vezetésnek. Tehát azt gondolom, hogy ha volt erre lehetőségünk, akkor érdemes volna ezt megragadni, hogy visszatérjünk. Ha már ilyen felújított, jó állapotban van, új viszonylag az épület, akkor mindenképpen egy olyan vezetőt kellene majd idehoznunk, akinek megfelelő kapcsolatai lesznek ahhoz, hogy ezt ki is tudja használni. Hát én is így gondolom, igen, mert hát azért az országban nem sok ilyen sportcsarnok van, én azt gondolom, és valóban voltak itt országos rendezvények, régebben több, most is volt azért, de azért mondom, hogy tehát nélkületek biztos, hogy nem lesz oda kinevezve vezető, tehát ennyi tájékoztatás, hogy jelenleg, hogy legyen megbízott vezetője, így a Bognár Árpilet megbízva. Karcsó képviselő. Nem akartam nagyon hozzászólni, de Móni most már felkeltette az érdeklődésemet. Gyakorlatilag csatlakoznák hozzá. Annak idején a Babály Laci vezetésével, mondjam azt, hogy Galga Mente, egy Pest megy egyik bizonyos kiemelt sportlétesítmények, sportesemények voltak. Folyamatosan süllyedünk lefele. Én nem akarom bántani, kik lettek, ki neve, hogy mentek, most már ott tartunk, az fennnevezett úriember, igaz, hogy ideglenesen, de hát önök ez a képesség, ez borzasztó, kettőször férhet. Tudom, hogy egy csak portás lenne ott, tehát most ott nem, egy intézmény nem csak ki kell nyitni, meg be kell csukni, meg föl kell takarítani, tehát meg kell szervezni, meg kik jönnek. Valamikor a Fradi meg ilyenek jártak, meg nemzetközi meccsek voltak, most csak ilyen hirtelen mondok ötleteket. Visszatérve a játszótérre, nem nagyon örülök én ennek, amit most mondtam, nem mondom őszintén, mert azt látom, hogy megint nem lesz játszóterünk. Olyan kis, nem akarom mondani, hogy megbántani a falokat. Kunszer Miklóson voltam a múlt héten, holnap is abban a térségben, 300-400 lakosú kis faluba bekerítve, műanyaggal leborítva, hinta, csúszda, világítás rajta. Hogyan jó Istenbe tudtak azok szerezni, mi meg Pest megyében egyik legszaporább falu, 800 gyerek van ebben a faluban, el lehet azért gondolkozni rajta, hogy nincs játszóterünk. Igaz, hogy lehet, hogy már régóta csúszik ez a baj, mert mindig valaki csak vakargatta a fejt, hogy ne csináljuk. Tehát ez első dolog kéne, hogy itt van a jó, hogy április, süt a nap, lesz 3 hónap, 4 hónap, megint nem lehet majd kimenni. Hát ezt ne jövőre csinálják meg, 2 év múlva. Tehát ilyenekre kéne pénzt félretni. Tudom, hogy jogszabályok vannak, hogy milyen hinta lehet, meg milyen csúszda lehet. De ezt meg lehet tervezni, meg mondjam azt, hogy még össze is lehet bizonyos összegeket dobálni erre. Ezt el kellene valakinek kezdeni, és akkor mozduljon meg, mert hát hogy önnek ott kérdezik, hogy nem lehet ide egy hintát, vagy kettőt tenni. Hát most én tegyek oda egy hintát, most a jogszabály leesik a hinta, azt mondjátok, hogy rossz. Tehát amit megnézel hintákot, én már sok helyen láttam, még láncos hinták is föl vannak téve, le vannak festve. Mindenfajta jogszabály ellenére. Nem azt mondom, hogy a tróger módra, de én úgy gondolom, hogy nekünk ez sürgősen meg kéne csinálni. Ugyanúgy, mint azt a szeméttelepet, azt komposztálónak nevezte, nem is tudom, ki volt ez a hülye, aki komposztálónak nevezte, ez egy szeméttelep. De egy komposztálóról tudni kell, hogy mi tartozik hozzá. Már Csaba az elébe emlegette, de ugye azt nem úgy kell kinézni egy komposztálóra. Köszönöm, Karcsó képviselő úr. Ehhez már hadd mondjam azt, hogy ha számolunk, akkor jó fél éve kerültünk megválasztásra. Nem akarok nagyon itt belemenni a számokba, nagyon-nagyon üres kasszát és rengeteg kifizetetlen számlát örököltünk. Mint ahogy már korábban is mondtam, spórolunk, együttműködtünk abba is, hogy szerződéseket mondtunk fel, hogy azzal is takarékoskodjunk. Ezerrel megy a adóhátralékok behajtása, mindenhol próbálunk ésszerűen gazdálkodni. Igen, minden jó lenne, de én azt gondolom, bár nem annyira látványos, amit eddig csináltunk, de ha csak egy kicsit számba vesszük, hogy a Lehel utca most már, mondtam már, nem akarom többször mondani, szennyvízcsatorna, mindjárt kész az ivóvíz. A védőnőket átköltöztettük. Az iskolában egy csomó mindent kijavítottunk, mert hogy az iskola mindig mostoha gyerek volt az elmúlt években. Csaba, segíts, mi mindent csináltunk még. Rengeteg mindent. Most következik. Lehel úton az út. Hát igen, azért mondom, a Lehel utcát már nem akarom ragozni, és minden nagyon sokba kerül.
és tudom, hogy igen, a játszótér is fontos, de ha nincs pénz, akkor nem tudsz vásárolni. De mihelyt van, hát a Csaba, ugye a Szarvas Csaba a tanúmra, meg hát akik a hivatalban vannak, hogy mindent igyekszünk megoldani. Most a következő lépés a buszvárók felújítása, de például most meg lett oldva, hogy az óvoda, tehát ezek nem olyan látványosak, de munka és pénz, az óvoda és az orvosi rendelők közötti kerítés ki lett cserélve, hogy a gyerekek ne tudjanak átmászni, meg régi volt a drót, meg hirtelen egyébben most fel se tudom sorolni. Vagy például a Mártírok utcánál nem nagy dolog, be volt szakadva az a híd, ahogy fordulnak be a Mártírok utcába, bebetonoztattuk, hogy nehogy abba valaki sötétbe belemenjen, baj legyen. Tehát sok-sok minden van, amit megcsinálunk. Intézményeknek azért azt gondolom egészen más az ellátásuk, tehát például az iskolának a tisztítószer vásárlási lehetőségét a duplájára emeltük, mert egyszerűen nem volt nekik eddig úgymond mivel takarítani. Tehát ezek nem látványos dolgok, de higgyétek el, hogy próbálunk észszerűen gazdálkodni, és én is abba bízom, hogy ahogy halad az idő, és azt mondom, hogy fél év alatt már azért elég sok mindent megoldottunk, és ahogy halad az idő, lesz játszótér is, meg remélem lesz komposztálótelep is, meg remélem lesz kulturális centrum is, meg sok minden, amit szeretnénk, meg amit a falu igényel. Gyöngy Mónika? Nekem csak annyi jutott eszembe visszacsatlakozva a játszótérre, hogy igen, utána jártunk már, azt gondolom, még itt a kampányidőszakban is nagyon sokan említettük, hogy játszóterek. Akkor valóban megnéztük, és szembesültünk is vele, hogy Európai Uniós rendeletek, előírások mennyire leszabályozzák ezt. De ha elindulnánk esetleg egy olyan kicsiben, hogy a homokozóra például nem láttam rendeleti előírást, hogy annak mivel kéne körülölelni. Ha mondjuk a három helyre leborítanánk egy-egy utánfutó homokot, ami egy kis deszkával körbe lenne kerítve, már lenne egy homokozó, ami azt gondolom, hogy nagyjából fillérekből ki tudnánk hozni. Mert ha véletlenül valaki vinne a gyerekének egy kis 5000 forintos hintát, aztán ott felejteném, mert a hintavasak megvannak, akkor akár már hinta is rögtön lehetne. Tehát lehet, hogy ilyen aprósággal esetleg érdemes lenne elindulni. Én vállalom, hogy ott felejtek egyet, hogyha arról van szó. Köszönöm szépen. Jó. Tulajdonképpen a elfogadott napirend végére értünk, és most már elnézést megadom Urbán Attila képviselőtársamnak a szót, de valahogy nem vagyok szemszögembe, bocsánat. Annyit szeretnék csak mondani, hogy a május 1-ére való támogatóimnak szeretném megköszönni a támogatást. Név szerint szeretném felolvasni, hogyha megengeditek. Krizsanyik János, Baranyi Róbert, Deák Gábor, Rados Róbert, Berecki János, ismeretlen adományozó, nem merte odaérni a nevét, de tudom, hogy kiről van szó, Baranyi Tibor, Füzeséri László, Sőregi Zoltán, Homok Márton, és aki sokat segített ebben nekem, Sőregi Csabánénak szeretném megköszönni a segítségeket és a támogatásokat. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük! Jó. Olá, Klára. Én Attilának szeretném megköszönni, mert nagyon nagy pozitív élmény volt számomra a pénzügybizottság után, hogy Attila jelentkezett, hogy támogatóktól kapott adományokat, amivel a május 1-hez hozzá szeretnének járulni, tehát így utólag is nagyon szeretném megköszönni. Tényleg egy nagyon nagy pozitív élmény volt ez számomra. Egyrészt azért is, hogy a lakosok szívügynek tekintik ezt az egészet, másrészt Attilának is köszöntöm a befektetett munkáját, energiáját, és hogy őnek is szívügy ez a május 1. Köszönöm. Megkérdezem a képviselőtestületet, hogy van-e még valakinek valami mondani valója, bejelenteni valója, kérdése? Nincs. Megkérdezem a jelenlévőket, mert Berecki György próbált egyszer szót kérni, de mivel éppen szavazás zajlott, így bocsánat, hogy nem adtam meg a szót. Esetleg még fennáll az, hogy szeretné hozzászólni? Jó. Jó. Igen, tessék. Szeretném megköszönni a támogatást, amit kaptunk, és
hát nem ma is, 9-én lesz az évfordulónk, ugye csúsztunk, mert akkor a pont meghívtak a Vargamentére, hogy ma is 30-án szeretettel várunk mindenkit. Mindenki előtt a szabad, ha a meghívó most elküldték. Ennyit szerettem volna. Köszönjük, ott leszünk majd akkor a bulin. Jó, amennyiben nincs további hozzászólás, akkor megköszönöm mindenkinek a részvételét, az aktív részvételét, a testületülést bezárom, és mindenkinek jó éjszakát kívánok. Viszontlátásra!